Na, szép estét kívánok mindenkinek. Kimenő hang. Ha, hello, hello. Nvidia Broadcast, van hang, jó? Akkor hallotok. Na, szia Kigyi, szia Elsanyi, szia Sanyik 985, szia Bruti, szia Zozó, szia Rul, szia Zulu, szia Janifater, szia Soja. Sziasztok, sziasztok, Discordon itt van velem Gyuri bácsi, Kigyi és Vadlud. Sziasztok nektek is, hello, hello. Hello, hello. Ennyien vagyunk csak, Perec még nem érkezett. Perec még nincs itt, Adolf pedig nem lesz, mert szólt, hogy nem ér rá, hogy dolga van egészségetekre. Magnézium. Valamilyen oxid formája. Természetesen... 17-est visszük. Tessék? 17-est visszük. Várjál még, hagyd nézzem szét, mert még nem tudom, hogy hol járunk, mint járunk, stb. Itt vagyunk április 09-10, vagy 07-19-ben. Szia Zsolt, szia Hypno. Hello, hello. Na, köszönöm szépen. Hogy a pimpilőben járunk? Szia Mikola, hello, hello. Mentésre figyelni, köszönöm szépen. Ezt nem kéne elaszni. Múltkor ugye nem sikerült. Múltkor annyit tudtam csinálni, hogy le van kasszálva a terület. Ugye a 17-est azt most nem visszük, hanem ha jól tudom, itt le vagyunk kasszálva. Igen. Jó, akkor hozzuk ki a gépsasokat és szedjük fel. Jó. Azt csináljuk meg. A dolgainkkal haladjunk, szerintem. Na, az a lényeg, hogy Nyíregyház és Nyírtelek között a 38-as főút szakaszát új aszfalt burkolattal látják el. De ma úgy iszol, mint egy fiú. Az jó. Ha úgy iszok, mint egy fiú, akkor azt jelenti, hogy fiatal vagyok. Ha vedelek, mint egy disznó, akkor rohadt nagy bajba vagyok. Úgy meg nem akarok inni, mint egy vénmarha. Úgyhogy Hypno, köszönöm szépen a bókot. Csak hogy a pozitivitás jegyében teljen a mai nap. Meg a mai este. Melyik szóval... szippantjátok először? Hol van ez a... Micsoda, Gyuri bácsi? Hát, a gépem. Hát szippantani kell a fű szippantó, Gyuri bácsi. Segít. Tudom, hogy az adapterét, azt tudom, hogy hún van. Gyere, Gyuri bácsi. Itt van bent. Itt van a fű szippantó. Nézd csak. Itt. Voila! Ide el van dugva? Hát, melyiket kérik? Ha ez el van dugva, Gyuri bácsi, akkor nagy a baj. Hát ilyen hátra nem jöttem. Pedig még te tetted oda. Ez nem jó. Azzal gyere, amíg be van 20 liter. Jó, csak le kell venni először ezt a hülyeséget volna. Na, az a lényeg, hogy a Nyírtelek és Nyíregyháza között a 38-as számú főutat új aszfalt burkolattal látják el. Tegnapi nap folyamán kerültem egyet, bár gyakorlatilag az összes leágazást megnéztem, ami a szántóföldekhez vezet, mert hát abból az irányból én még soha nem közlekedtem. Kemecs irányából igen, annó, amikor Kata szüleitől jöttünk haza, de így ebből az irányból nem. Szia János! Mondom, ma fasz a gyerek leszek, bevállaljuk a kockázatot, ám legyen, beálltam a sorba. Jöttek is velem szembe a kocsik, nincsen semmi probléma. Ülök egy 20 percet a dugóba. Hát, ha már a sor elejéről fordulnak vissza az emberek, akkor itt már szerintem sok választási lehetőség nincs. Fordulni kell. Hát, úgyhogy nagyjából itthon tartózkodom. Mióta megy a stream? 10 perce, 20 perce itthon vagyok konkrétan. Úgyhogy gyorsan bekaptam a
vitaminjaimat és ásványi anyagaimat, és akkor belekezdünk a lendületbe. Reméltem amúgy, hogy ma az adást azt tudni fogom csinálni, mert ugye múltkor nem látták a többiek a szervert. Zsolt, üdvözöl mindenkit is, aki itt van velem a Discordon. Mielőtt még nagyon-nagyon belekezdenénk, kérnék szépen egy asszisztot abból a szempontból, hogy hozni kellene egy kamiont, kamionon egy pótkocsit, és hagy tudjam belelapátolni a cuclit. Mert a kamion kell mindenféleképpen, mert 60 ezer literről van szó. Szia Zoltán, hello, hello, mert múltkor ez elmaradt. Annyit tudtam pótolni, hogy lenyírtam a füvet. De legalább, szia Juhász B, hello, hello, Balázs. Vagy Bence? Balázs? Bence? Tavasz B. Úgy kéne hívni mindenkit, mint a... mibe? A Men in Black-be volt. Csak egy betűvel. Balázs. Szavasz B. Szia Z. Szia S. Szia Z. Na, ez így aztán jó lenne, hogy... tudod, így jönnek az azonos nevű emberkék. És akkor mindenkinek ugyanazzal azzal a betűvel kezdődne a neve. Az úgy eléggé komoly. Ez a pót jó lesz. A 3-1-ben pót kell. Bejárjak oda, vagy megálljak itt ki? Kint, már viszem majd oda. Akkor én jár leszek? Nem. Nem jár leszel, hanem kell leszel. Várjál, nem látlak, hol vagy. Ah, meg vagy. Tempomat mennyi lesz, Gyuri bácsi? Honnan tudja? A tempolottan nem tudok menni ilyen kanyargóson. Temporálisszal fog menni Gyuri bácsi. Egyáltalán nem. Túl közel jöttél ki, Gyuri. Majdnem mehetsz a másik fűnyíráson, szerintem. Igen, múltkor itt tekertem, toltam ki a falon nem tudom hány litert. Mekkora a farm? Ez a Carpentien térképnél a fő bázison vagyunk. Az eléggé nagy. Ugye 50-60 hektár biztosan, vagy már több viszont talán. Hát többnek kell lenni. Nagyjából már 100 hektárunk van szerintem. Nem számoltam. Maradj ott, hogy... megpróbálok így fordulni. Hogy nincsen számolva. De már alakulunk. Én most nézem először ezt a szériát. Hú, az a baj, tényleg nem tudom. A Carpentianon annó néztük, mert ott 850 volt. Itt, Carpentianon, North Frisian. Itt nem nézem. Hypno, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy folytatod az Elstorer által kapott ajándékszubodat. Vagy a szubodat, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hogy Balázs, nem tudom neked megmondani, ne haragudj. De ezt kipakolom, és válaszolok a kérdésedre pontosan és precízen. Ez a hülye azt írta, nem vagyok jogosult erre a vásárlásra. Nem tudom, hogy te mit bizniszelsz, vagy mit csinálsz, de neked általában az internetrendőrséggel mindig meggyűlik a bajot, Hypno. Szerintem te valami digitális mafiózó vagy. Állj meg, Gyuri bácsi, teli vagyok.
Mida itt van kigyű? Haha, kigyár vette. Jó, ez még belefér. Majd várakozzál vadlód, légy szíves, jó? Mert még nem takarítottam ki a helyet. Basszus kulcs. Úgy látszik, inkább külső nézetbe jobban járok. Belső nézetben nem tudom. Megnézni. Amúgy tényleg mindig belém köt. Igen, beléd mindig beléd köt. Még emlékszem, előfizettél nem tudom hány hónapra, azt se láttad. Meg egyéb ilyesmi, úgyhogy... Úgyhogy téged utál az internet, amúgy hívnak. Munkásiló üres. Azt írja nekem. Maradj ott ki. Van ez a kicsit ezt forduló őszintjük. Jó. Nem is tudom, hogy forduljunk rá, megyünk erre a középső sorra. Jó, ezt én ide lepattintom most. Jó lesz az ott. Hidrolikát jól szétcseszve. A fél farm szembe jött itt nálunk. Az mit jelent? Hát jöttek a Pöttinger kaszálók, meg a trágyázó. Ja, találkoztál mindennel, amit el tudsz képzelni? Persze, jött minden, amiért is van. Csak fejtek nem jöttek, John Deere-ak jöttek. Na, figyeljetek, a következő a helyzet. Úgy néz ki a területünk, hogy Szántóföldben van ez a terület. Ez 5 hektár, 5,8, 3, 6, 8, 85, 6, 42, 7 és fél, 5,1. Ezek a kaszálók. Mekkora ez a map? Nem nagy! Ez nem nagy amúgy. 2K-s? Tehát nagyjából ennyink van. Nézd! Ez itt 18... ez itt 24 hektár. Igen, ez itt 24 hektár. Itt 24, az 48, 50, 62, 78, 78, 86, 90, 96, 102, 109, 114, csak a szántó 114 hektár, sac per kandúr bandi körülbelül. Vadlút, Kigyi, ne vigyétek majd fel a falra teljesen, mert ha fel lesz oda púposítva, akkor nem fogjuk tudni. Igen, olvas, nem lesz sok, úgyhogy laposan kell. Igen, kicsit terítsétek majd el, jó? Be lehet tolatni a falhoz, csak ne az egész a falhoz kerüljön be. Igazából az se baj, hogyha a közepére borítjátok, mert akkor el tudom majd kotorni. Jó? Oké. Mert múltkor úgy csináltuk, aztán utána gondolkodtam, mert... hogy azon a kicsi huplin aztán jó lesz ott. Mert aztán a főnök szól, hogy neveljék precízen, tömören pakoljuk a cuccot. Hello. Hello. Mizu. Zuzu. Ki vagyok én? Milyen a bot? Csináltam egy Top Gun-t. Gratulálok. Mi? Honnan tudtad, hogy botozok? Valakit lelőttem? Várj, ne menjél, Gyuri bácsi. Nem megyek, sőt, egy pillantra el is kell szaladjuk. Akkor átveszem én a gépet. Hát, hogy hogyan lebarkol ilyen a mindenét a gyere.
Aztán jöhetsz is, Varklód, már 92%-on vagyok, úgyhogy valahol a felénél megtalálnak. Egyenesen megyek majd. 97. Nagyon jó. Át fogja venni azonnal a térményt. Nem, csak sejtettem. Nem tudtam, csak sejtettem. Kimegyünk a sor végére, vadlód, jó? Oké. Okay. Egy győzelem még kellett. Meg legyenek a napi feladatok. Ha egy picit előrébb megyek, és akkor... tudsz jönni. Ti az Elsztorer. Úgyhogy, kedves Balázs, ekkora a területünk, már 110 hektár felett vagyunk. Összeszámoltátok? Hát most gyorsan egy ilyen fejmatek. Nagyon előre haladsz. Igen, heppen még mindig a mai napig az előrehaladás. És nem is fogok róla leszokni, csak szólok mindenkinek. A cső megtalálja, nem? Nem. Nem, hogyha nagyon nem. Előre mész, akkor nem. Előre nem tudsz fordulni. Meg kell tanulni, hogy ne a pótkocsit vedd figyelembe, a gép majd intézi, távolság legyen, nagyjából az előző sornak a távolsága, és le kell maradni. Ugye én könnyebben csinálom, mert ugye az enyém az hosszú. Tehát, hogyha én egy kicsit előrébb vagyok, az enyém nagyjából a traktor a aratógépnek a hátsó tengelyi környékén legyen, és akkor jó vagy. Akkor minden pozícióban jó vagy. Annyi. Tehát ha van helye nyugodtan, akkor tud szépen dolgozni. Nem kell alátörnie. Direkt azért van hosszú csővéve. Tehát egyéb ilyesmi. Mi amúgy nem a haladás hívei vagyunk. Szia, Hering. Mi a Ferencvárosi. Hát az engem nem érdek. Az hát engem de, nem... mert most mondtad, hogy neked minden erre a haladás. Hát, hogyha te a haladás alatt arra a labda kergető amatőr szakosztályra gondolsz, akkor az már a tette egyéni szuverén problémád, kedves Peret. Na, de ahhoz a haladáshoz mit szóltok, hogy kettő magyar, hát nem Magyarországon élő, de magyar származású ember kapott Nobel-díjat? Azt tudod ugye, hogy meg egy harmadik is talomba van. Azt nem tudom. Krasznahorkai is megkaphassa akár. Mert a fizikus az megkapta, a kémikus hölgy megkapta, a biokémikus. Orvos. Hát az szerintem nem is volt nagyon kérdéses. Az nem volt kérdéses, de kérdéses volt, hogy mikor. Perec, le van kasszálva minden. A másik is ilyen hamar? Igen. Persze, mert múltkor csak azt tudtam csinálni. Ez jó volt. Mert múltkor csak a másikat tudtam, ennyit tudtam csak csinálni, mert egyedül voltam. Mikor? Amikor nem talált a szervet. Röviden gratula, hosszabban miért lehetetlenítik el az itteni tudósainkat? Nem ellehetetlenítik, mert kívül kint sem feltétlen annyira okés a helyzet, mert ott is a pénz befolyásolja az egészet. Csak nagyon egyszerű, minél nagyobb egy populáció, annál nagyobb a gazdaság, és annál több a kutatásra szánható összeg. Ennyi. Ne felejtsétek el, hogy Karikó Katalint is kirúgták, nyugdíjazás címen egyszer. Itthon? Nem, kint. Nem, kint. Tehát azért mondom, hogy kint sem egyszerűbb a helyzet,
Tehát ezt most ebből a tudományos szegmensből senki ne vonja le az, hogy azért menek-e. Illetve a kutatás a sose volt nemzethez köthető. Tehát azt ne úgy vegyétek, hogy az nemzetközi összefogás volt mindig is. Mert ezek a tudósok mindig is összedolgoztak, és közös publikációt csináltak, egymás munkáit vették, alapul, stb. Ahogy Peret szokta mondani, könyvet is könyvből írják. Nagyjából ugyanez van a tudósokkal is. Mi jót keres-e Peret? Kapálógépet. Azt következik akkor, ugye? Igen, azt lehet nyugodtan kapálni, illetve majd, hogyha ezt összeszedtük, hengereltük, akkor elmegyünk vetni. Mert még a vetés van. Alapul. Szóval nagyjából ennyi a helyzet az én meglátásom szerint. De ez mindig is így volt, és sőt, igazából ennek így kell lenni. Mert minél több gondolkodásmód van ugyanazon a projekten, annál könnyebb. Mennyire realisztikusan toljátok? Hát ebben nem feltétlen szeretnék belemenni, mert akárhányszor véleményeztem a játéknak azon részét, amit én elfogadottnak tartok, abból mindig csak pofára esés volt, közepesen. Nincsenek ilyen sármodjaink, nincsenek ilyen manuális kapcsolásaink, nincsen semmi ilyesmi. Most per pillanat nem használunk AI-t, nem használunk autodrive-ot, nem használunk semmilyen segítséget, mert így is vagyunk bőven elegem. De használunk autolódot. De használunk autolódot, mert ott a bálával... Amúgy a játszótéres srác vagy srácok fogalmazták meg jól, azért használjuk az autolódot, mert akármennyire szeretik az emberek a targoncával pakolást, meg a bálavillával való pakolást, nem stream kompatibilis. Hát igen, amikor három streamen át pakolnánk mondjuk a 17-essel a bálákat, az igen. Szóval ilyen közepesnek mondanám, be fogok sorolni majd erre a sorra. El is várom, főnök. Úgyhogy nagyjából ez. Ennyi van. Na, az kell, mert undorító a bála rakodás. Igazából a bála rakodást én úgy vagyok vele, hogy nagyjából egy ilyen 32 bála van egy kocsin. A körülbelül két kocsinyit kellene pakolni. Akkor még azt mondom, hogy el lehetne, de itt azért több száz bála szokott lenni. Ahhoz igen, meg... egy kisebb mapon mondjuk, mint amilyen volt az olasz. Tehát azon, hogy teljesen jól el lehetett lenni a bálákkal. Persze. Lehet itt, mi nagy földek. Követem majd az ívet. Viszont szerintem, mivel neked a gép végébe tolja, te már lehet, hogy jobb, hogy előrébb jönnél egy kicsit. Jó, persze. Úgyhogy ilyen, nem tudom, ilyen stream... Én úgy gondolom, és ez az én gondolatom, és másnak nem kell így gondolnia, azt el kell mondanom. Én úgy gondolom, hogy... Szabadul egyébként. Jó, hát azt kidobtuk a semmibe. Én úgy gondolom, hogy ilyen próbálom az arany középutat megtalálni, hogy stream kompatibilis legyen. Egy szóval játékként kezeljük a játékot, nem csinálunk belőle valóságot. Hát, van olyan rész, amit én szeretek valóságként kezelni. Szia, Bence! Hát azért nem veszünk vér komolyan, de azért hülyeséget nem próbálunk csinálni. Az utat használjuk, mert azért van.
Tehát ne azért rohanjál, hogy utána a 20 percig álljál és várjál a másikra. Van időd, akkor nyugodtan lehet ott közlekedni, ahol kell. Tehát ilyesmi. Ne vágd le a föld közepén, mert nem. Úgyhogy vannak ilyen dolgok. A szimulátor szóval inkább realisztikus, mint játék szerintem. Jó, nagyon-nagyon szépen köszönöm a 13. hónapja tartó töretlen támogatásodat, megtisztel, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egy probléma van, a szimulátor szó az nem feltétlen a teljes realisztikusságot jelenti. A szimulátor az nem köthető szerintem ezzel össze. Közel áll a valósághoz, de nem. Mert ha ez valószínűleg... Ha úgy... Meg. Tele vagy? Igen. Jó. Ne, menjél nyugodtan. Mi a baj? Ezt miért te ki? Mert többet szedtem fel. Bezzeg az országúton a traktor racse, az megy. Hát, néha lehet egy kicsit bohózkodni. Néha lehet kicsit bohózkodni. Most is töröm a fejem, mi baja van az FS15-nek, nem tudom. Nem fogom tudni megmondani. Amúgy kikerem magamnak, nem országút volt, csak helyi érdekeltségű, és nem racsa volt, hanem ugráltunk traktorokkal, autókkal, mindenekkel szöktettük. Hát az más, néha kell egy kicsi bohózkodás. Csak pontosan, ha idézünk. Szerintem hatalv nem az NF Marsos történetre gondol. Én gondoltam, csak mondom. Szia MD, hello. Minden rendben, fasz a feszes, minden. Nálad, Mizu? Na, de itt azért két történet ment. Én annak örülök, hogy növekedtek a magyar származású Nobel-díjasok létszáma. Ami tök jó. És remélem még több lesz majd. Hát most a... Figyeljetek, most én lehet, hogy mondok egy nagyon-nagyon csúnyát, de amennyi ember van a Földön, és tegyük fel, az orvostudomány eljut arra a szintre, hogy nagyon-nagyon sok mostani problémát gond nélkül fog tudni orvosolni, szart nem fogsz vele érni, mert valószínűleg te nem leszel azok között, akik azt meg fogják kapni. Kiváltságos jog lesz. Hát olcsó nem lesz. Az tudni fix. Úgyhogy amúgy a rákkutatásunk az nem rossz. Debreceni Egyetem cigány származású, mert nem roma, hanem cigány. És igen, ez nem rasszista megjelenés, hanem tudatlan barom az összes, aki ezen felháborodik. Például van egy cigány származású magyar srác, nagyon-nagyon jó eredményekkel van a rákutatással kapcsolatban. Például. Hát a kőgazdagok fogják kapni, ez egyértelmű, mert náluk van a lóvé. Hát azzal nem tudsz mit csinálni, az mindig is így lesz.
Egy gondolatom van a mostani, ezzel a mostani orvosi rendszerre, hogy olyan embereket tartanak életben, akiknek kegyelmesebb lenne a halál szerintem. Ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon olyan dolog, ami nem streambe kell megvitatni. Balázs. Röviden nem szerintem kérdése. Igen. Tehát ez nem olyan történet, amit streambe kell megvitatni, mert egy valami biztos, a 91%. Itt vagyok. Okay. Egy valami biztos, hogy mindenkinek joga van az élethez. És az életben maradáshoz. Hát nem csak a Twitch nem örülne neki, hanem most például pályázok a Bartender CC-ségre, és ott például le van írva, hogy ha te rasszista megjegyzéseket teszel, erőszakra buzdítasz, stb. Kivágnak a picsába. Tehát ha nem vagy az az ember, aki normális értékrenddel rendelkezik, hiába van nézettséged, nem fogod megkapni, mert nem érdekli őket. Érted? Ez így van a vottal is. Hát jó, csak az a probléma, hogy a voton belül nem beszélnek magyarul, aztán a káanyázós meg buzizós embereket, azokat ugyanúgy CC-nek tartják. Azokat kivágják. De hogy vágják? Akinek presszakontja volt nem olyan rég, már nincs neki. Na, már nincsen? Bizony, hogy nincs. Szellemfiúnak már nincsen? Árnyék. Árnyék? Árnyék fiúnak már nincsen? Na, hogy? Nem tudom, te panaszkodott, hogy visszavették. Ja, majd panaszkodott, hát... Súnya beszéd miatt. Hát, mit várt? Most őszintén. Vadlud, picit tartsam, hogy balra, mert lekövettem azt a kacskaringót, aztán ez úgy jó lesz. Annyira jó, hogy már október van, örülök neki. Szia Rexentel. Szia Petyus. Figyelj, Karcsi, szoktál hiányozni, de nagyjából úgy 2 másodperc alatt elhesegetted ezt az érzést. Amúgy, csak úgy szólok. A VT-nél se beszélnek annyira sokan magyarul, csak magyarországi adózás kedvezőbb nekik. Alapjában véve én igyekszem a kultúrát beszédhez. Jó, aki régebb óta ismer, az fogja mondani, hogy Damaszki nagyon mocskos lett a szád. De szerintem önmagamhoz képest csúnyán beszélek, bárki másokat veszek figyelembe, ami meg ugye nem védelmi alap, ahhoz képest meg... irodalmi magyart beszélek. Mindegy, ezt így azt hittem, hogy át fogunk tudni rajta menni. Tud a magyar adózás kedvezőbb lenni? Sanyi. Mi a VT Magyarországon adózik? Igen. Van magyarországi bejegyzése. Van több, de van magyarországi is. Ma délelőtt néztem épp rá, hogy kik még streameltek, és akkor néztem, hogy nagyon sovány VT jelenlét van. Volt, azt hiszem 700 néző, és a VOT-nál például 6000, a Counter-Strike-nál meg 80000. Hát a Battle Royale játékok még a mai napig. Farming Simulator is valami 1200 volt. Várj, Gyuri bácsi, gyere egy kicsit, mert azt a sort úgy kifele menet felszedem, jó? Jó. Igen, de most a VT-t azt nem a populációs játék miatt választottam, hanem megmarad a tank,
Egy picit. Kettő meg élvezem. Hát most lehet, hogy nektek még annyira nem élvezetes a sztori, de hogyha Farming Simulatort elfogadtátok és követitek, akkor nem hiszem, hogy egy War Thunderrel probléma lesz. Egy pillanat, Vassi. Csak nyugodtan, Gyuri bácsi. Mehetünk? Mehetünk. Azon gondolkodtam, hogy a War Thunder nem a mi generációnk játéka. Piszakú nem látom a tankokat, amire te lődöző. Én se. Én egyet se. Oké, figyeljetek, tudjátok, hogy mi a röhegy? Én se láttam. Eskü, én se láttam. Most se látom mindegyiket, de már egyre jobban és egyre többet látok. Nem tudom nektek megmondani, hogy miért. Azokat látom, amikor lősz a hogyis hívjákra. Amikor végre ég. Nem. A légvédelmi ütegekre. Mert ugye azok fönnállnak a hegy oldalon, azt néztem. Aha. Gyerekek, nincsen semmi más, 8K-ba kell játszanom. Egyébként az elején én sem láttam, tehát ahogy ezt streamen nyomtad. Viszont láttam egy tök jó, oké, hogy TikTok videót, de lényegtelen, a srác helikopterrel játszott VR szemüveggel. Halljátok, az, amit művelt, és úgy játszott helikopterre, hogy megvan a Thrustmasternek a repülős szettje. Jó. Toljad ki, gyere, mert nem ürít hozzád, vagy igen? De üríti, oké. Tehát azzal az tolta, hallod? De úgy csinálta, hogy húzta vissza a gázkart, tolta fel a gázkart, tehát mindent, és olyan manővereket csinált, hogy beszalsz behúgy. Tehát oda, az a lényeg, hogy repült, jött a szikla mellett fel, húzta a gépet, kivágta a gépet az orra lefele nézett, kilőtte a tankot, visszahúzta és ment tovább. Tehát a tank azt se tudta, hogy mi történik körülötte. Nagyon brutális. Hát ez gyakorlat kérdés. És valószínűleg nem csak ennél és VR szemüveggel csinálta, hozzáteszem. Lehet, hogy IR-rel is pilóta, nem azt mondom, de brutálisan jól csinálta, viszont azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy a VR technológia a tanknál is segítene. Mert ugye... A térérzékelésbe segít. Tehát rettenetes módon látod a teret. És az kell jó. Szerintem itt a War Thundernél az, hogy láss. És igazából nem is feltétlen mindig magát a tankot látod, hanem azt látod, hogy honnan lőtt, azt látod, hogy füstöl a kipufogócső, vagy jön ki a kipufogógáz a tankból, hallod a motorhangot. Az elején nem tudtam, hogy hogyan lehet, de ugye ezzel a lokációs rendszerre, hogy ahova fordítod az ágyúcsövet, vagy a parancsnokot, akkor ott felhangosodik, felerősödik a hang, és akkor onnan tudod, hogy maradj ott, én meg jövök erre a sorra, és te meg tudsz arra a sorra kanyarodni. Erre a picire. Várján. Ennek nagyobb a forduló. Oké. Úgyhogy nem, én azt teljes mértékben tudom, de ahogy Kitty mondta, higgyétek el, élvezem. De szerintem ez látszik is. Szia, Levi! Ha nem élveznéd, akkor valószínű, hogy nem játszanád. Van az a rész, amikor ez a játék is az ilyen szekundel szégyenérzetet, az ilyen semmire kellőséget, ilyen tehetetlenségi érzés generál bennem, ebben is megvan. De valahogy azt érzem ezzel a játékkal kapcsolatban, hogy nem feltétlen vagyok annyira a játékos társakra utalva. A mechanikája úgy van kitalálva a fejlődésnek, hogy relatíve annyira nem érdekel, hogy nyerünk-e vagy vesztünk. Tehát nem érzem azt, hogy ez most nekem hátráltató tényező lenne, mert mi a csatában az egyéni teljesítmény számít. Oké, kapok egy 20%-os bónusz körülbelül. Míg a VOD-ban azért masszívan nem az van.
Én központú, igen. Igen, az ilyen önelégült embereknek való játék, mint én vagyok, ja, lehet mondani nyugodtan. Fordulunk, fordulunk. Ja, nem, van itt is, bocsánat, igazad van, Badzud. Jó, jó, látom, látom. Balázs, nem érzem a Go meccsnek a súlyát. Tehát én, aki most kezdtem el játszani és a World of Tanks nevű játékból jöttem, én nem érzem. Ott sokkal jobban érzed egy Go meccsnek a súlyát. Hát azért, mert ott már annyit játszottál, hogy ott már idegesít, hogyha bukó a meccs, de itt még ugye a tanulási szakaszban nem annyira idegesítő. Hát tanulod, kész, van hát nyertes, most... vesztes csaták, teljesen jó, máshogy de... fogja fegyelök fel az ember. De nagyjából van egy év, ameddig még élvezni fogom. Tehát addigra meg utána úgyis találok egy másik játékot, amit te mit jobban fogok élvezni, érted? Lehet, hogy, lehet, hogy megjön az Avatar, amit várok, lehet, hogy az olyan lesz, hogy na akkor így shootba dobok mindent és csak az Avatar, de lehet, hogy az lesz, hogy lesz egy basszok nagy csalódás. A Farming Simulatornál például egy hatalmas nagy feature lenne már a következő. Érted? Mert azért már ebbe 2500 óra után már... Szerintem már van annyi. Tehát 2500 óra után már nem biztos, hogy ki tudok már annyit találni, hogy hogyan változtassunk meg valamit, hogy hogyan csináljunk másképp. Érted? De egy új játékban, vagy új kiegészítőben már lehet, hogy másképp lenne a sztori. Érted? Visszafordulok, és akkor ezt a rövidcsíkot felszippantom. Oké, itt azért nagyon sok ilyen a tényező van. De ha megnézitek, igazából most per pillanat úgy vagyok, hogy ha heti 7 napot kellene vártenderezni, nem lenne baj. De mégsem teszem meg, mert konkrétan heti 7 napot lenne kedvem vártenderezni. Vagy lehet, hogy a harmadik nap után már azt mondanám, hogy jó, oké, nincs. Oké, van, Lula, tiéd. Nem állok vissza a következő soha. Szia, Mars, hello, hello. Na, Mizu Mars! Összepakoltad már magadat mentálisan, és végre hajlandó voltál férfi, felnőtt döntést hozni. Szegény Mars, tegnap olyan szinten össze lett zavarva. És kivel szél, hogy nem hoz döntést? Nem kell mindenbe... De jól esik. Örülök neki. Na azért a kamerát kapcsolt ki, mielőtt felszívod a csíkot, jó? Nekem is az elején ilyen volt, az első 2500-ig nagyon élveztem. Pont ezt akarom meglovagolni. Addig fogom csinálni, ameddig élvezem. Ha nem fogom élvezni, nem fogom a játékot szidni. Mert akkor na, keresem. Megjöttem, mert el voltam. Megjöttél, mert el voltam? El volt megélezni a kapát. Jó az. Visszavágni a húst a pizzára. Wow! Akkor ilyen húsimádó, bulldozer típusú? Hát nem feltétlenül, de a hús is van rajta. Figyelj, Balázs, 2014 óta votozok. Abba volt másfél év kihagyás. Nem akarom megmondani, hogy mennyi óra számom van benne. Nem is tudnád megmondani. Hát figyelj, hány csatám van? 30 ezer? Az... Minden oké is, Vadlud? Nem.
Lag. Lag. Jó. Jó, oké. Most jött vissza. Jó, jó. Figyelj, hogyha nagyjából azt számolom, hogy a 30 ezer csatával számoljunk 5 perccel, az 45 ezer perc. Valaki ossza már el 60-nal? Gyerek közben, Gyuri bácsi. Én azt még egyszer azért megfuttatnám. 95. Már? Sor végén állj majd meg, Dama. Sőt, most. Ja, 150 ezer perc. Jó van, nem. De csak ha egy percet tévedsz az átlagodba? Hát akkor már 30 ezerrel több. Na ugye, szóval nem lehet megmondani igazából, hogy mennyi. Igen, és ott már az is komoly, ilyen mennyiségnél. 50%-os közelítési arányjal. Ah, az kevés. Az. Nem 2500 óra. A másik az, hogy ez csak a randomokra vonatkozik. Igen. Régebb azért klánoztál, csak a kampányokon két hét, 5-6 órával számolva, az már azért rendesen megdobja. És nekem az összes kampánytankom kampányból van meg. Az összes. És amellett persze SH, különböző játékmódok, meg stb. Ez anyám kénye minden. Tehát rengeteg olyan van. Úgyhogy rengeteg óra van benne. Hát figyeljetek, hogy van? Amikor stream... Várjál, hát a streammel kapcsolatban én meg tudom mondani. Mert ugye 20 és 21-be az csak WoT volt. Ott nem volt más játék. Azt például meg tudom mondani, hogy 20-21-ben mennyit töltöttem a WoT-ba. Mert amennyit streameltem, az... Ugye volt egy-két event, amit nem tudtam végig streamelni. Az a helyzet, hogy 20-21-ben valószínűleg harmadát, negyedét játszottad, mint mondjuk 16-ban. Az biztos. De nagyjából 20-21-ben van 2500 óra. Tehát egy évbe lehet számolni a 2500 órát évente. Kedves Mars, te mikor... hát... Ha majd betesszük az országúti kerékpárt, és akkor Mars fogja kihordani nekünk az ebédet körülbelül. Kirikpírrel. Szerintem annál hamarabb nem fogod látni Marst, Mikola. Gyere, ki gyitoljad. Nem maradozzál le, fiam. Nem maradok le. Ez ideális távolságottal. Üdös vagyok, mondja nyugodt. Szerintem neked már nem azt is kell. Azt mondtad, nem kell mindent kimondani. Bele fogasz férni a tapótodba? 52.000 liter fér bele. Hát ketten ott vagytok, azért mondom, hogy oda. Várj azt a... Gyere csak vissza. Nem jövök. Folytatod majd a hengerezőt, Gyuri bácsi? Persze. Jó, oké. Vadlód, kereshetsz akár egy vetőgépet, vagy Perecnek tudsz segíteni kapálni. Tehát kapálások is vannak bőven. Azt is lehet csinálni. De viheted a hengert is. Tehát 25%-on van szerintem ez az ember eszi már. Persze, azt te elviszed. Akkor ezt visszaviszem aztán. Nem tudom. Majd kitalálom.
Figyelj, kapálás van, vetés van, hengerlésbe is besegíthetsz, meg van másik henger, ketten is csinálhatjátok, minél hamarabb befejezitek, annál jobb. Tehát... Ott nem tud két hengerrel dolgozni. De hogy is szerintem nem jövőség. Beviszom akkor ezt a cájgot, aztán megcsinálom a hengerezést itt. Ott van, kivittem a raktól. Ja, látom, itt van. Hát most ebben a hónapban lesz bőven munka, mert még azt is ki kell találni, hogy mit fogunk vetni. Hát kirok kéne még, szerintem, nem? Lehet az is. Valóban én... is már csak cirok van, minden más kifogyott. Kukorica vagy cirok legyen az a lényeg, mert a sertista karmány két alapélelmiszere, a kukorica és a cirok. A cirok az lehet, azt megtolhatjuk. Arra kíváncsi, Mars Mikola, hogy te mikor jössz velünk farming szimulátorozni? Hát jöhetne most, nyugodtan. Ne várja meg, míg a fölfedezzük a szántóföldet a Marson. Azt mondja majd, amikor a két fejlesztő cég összeáll és megalkossák a Farming Simulator Euro 4 hibridet. EU 4 hibridet? Hát szerintem akkor, amikor Farming Simulator összeáll a Static Facture, vagy mi? Azzal a űrben építkezős valamivel. Starfieldre gondolsz? Nem, az is űrben építkezett. Az nem. A Satisfaction, vagy Factory, vagy mi a tököm az a játék. Az az űrben építkezős. Mert ott csak építkezned kell. Space Engineer, vagy Kerbal, amit én szeretek. Akkor az cöktök mindegy. Giants FM megy ebbe a gépbe. Most néztem rá a rádióra hirtelen. Én kihagyom a farmat. Hát tudom, mert ez kemény férfiaknak való játék. Itt nem lehet lövöldözni. Hello, kivágtam már le a föld szélét. Biztos vagy nem én. Ki van taposva? Senki. Valaki a kanyart vágta le. Így van. Igen, de nem értem, akkor te miért vagy ott? Hát, figyelj, meg is tudom érteni, nem tudod megérteni. Szierda, hello. A farm is olyan, mint a Kerbal, ki kell számolni, hogy mekkora a területen és mit, hogyan kell vetni, aratni, majd elszállítmányozni, bezsákolni, eladni, körülbelül igen amúgy. Ide is kell a matematika. Hát ezt javítani nagyon nem kell, elég csak, hogyha lemosom. Úgyis ritkán van használva. Múltkor 9008 illonát mondtam, rosszul mondtam. Ez jó fajta telep, egy ilyen, ez ilyen eltévedő, és ahogy nézem, egyáltalán nem. Abszolút könnyen
használható. Balázs, ez egy valóságos farmnak a 90%-os modellezése. Ez a valóságban létezik, ez a telep. És jó az úthálózata, tehát nem igazán az eltévedésről szó. Ez nagyon nem. Itt mondjuk a telepnek a végéből, amik mennek utak, azt egy nagyon kicsit oda kell figyelni az elején. Ott azért lehet téveszteni, de... Alapjában véve megszokod amúgy. Eltévedős lenne, hogyha össze-vissza raknánk a dolgainkat, mind az orosz térképen. Ja, na hát ott azért az kihívás, amire azt megtalálod, hogy mi hol. Jó, csak van rend, mindennek megvan a helye, kicsi idő múlva már nagyon könnyen ki lehet igazodni benne. Ennek se volt nagyon javításra, szóló része. Eltök ezt valahogy... Meg kell oldanom, hogy le legyen taposva. Próbáltuk utasításaidnak megfelelő ember adni. Hát azzal nincsen baj, csak... kell kialakítani egy olyan rendszert, hogy tudjam taposni. Szia Balázs, jó vétézést! Na jó, oda sikerült egy rámpát kialakítani. Jó, onnan érkezek nem sokára vissza. Nem, az oda nem lesz jó úgy. Éppen el kell teríteni, és akkor úgy már jó lesz. 17% a tömörítettség. Többit már széttapossa. Na már 24%. Van egy amúgy egy olyan mód, ami az ilyen tolólapot szilástaposás vagy tolás közben automatikusan kezeli.
ugye azoknak, akik szeretik ezt csinálni, de nehézséget okoz, és egy picit szeretnének javítani az élményükön, annak a segítség lehet. Igen, amúgy ajánlok olyan módot is, amit alapból én nem feltétlen használnék streambe, de attól még másnak segítség lehet. Modhubon van fönt. Ezt a mennyiséget azért így kicsivel kényelmesebben tapossa, így gyorsabban. Ottal a kerék mozog, néha látszik, hogy tapossa el fel a huplikat meg. Tolja arrébb a szilást. Ugye az most azért kell az a szilás, mert ebből most nem pénzt fogunk csinálni, mert el fogjuk ketetni az állatokkal. És majd amikor a zabot fogjuk majd a sílózni, akkor az majd egy másikba fog menni. Ez itt most etetés céljába kell nekünk. Azért fontos. Mert ugye megnyitottuk a harmadik szarvasmarha istállót is. Úgyhogy növekedni fog az állomány, 500-ról 800-ig tudunk felmenni. És lesz még egy, azzal meg 1100 marha a cél. Én sílózáshoz letöltöttem egy sílótömörítő gépet, azzal kb. 3-szor végmész és kész is. Még tolólap is van rajta. Hát igen. Ha egyedül játszik az ember, akkor ott van értelme. Itt is lenne, csak... Ha túl hamar van meg, az sem jó. Ha túl sokáig tart, az sem jó. Valahogy egy ilyen arany középutat kell megtalálni. Ide amennyi ilyen sílót csinálunk, szerintem bőven jó a hagyományos módszer is, nem? Hát bár látod, amikor 25 millió volt, azt is megtapostuk. Hát persze. És akkor se használtunk a módot, tudod vagy. Hát ott igazából ott a logisztikát gyorsítottuk fel csak. Ugye az 50 ezres kanálmérettel, meg a 200 ezres pótkocsival. De azzal is nem tudom hány órán keresztül tartott, mire elhordtuk. Én nem szeretem a sílózást, inkább bálázom. Az jó, mert igazából itt ebben a játékban úgy tudod alakítani a saját farmodat, amilyen a kedved, ahogy tetszik. És attól a farmod nem lesz rosszabb, mint a másé. Mert ilyen alapon akkor
akkor eléggé legközelebb vagy degradálóan kéne beszélnem azokról, akik csak learatják a terményt, azt adott hónapba eladják. Mert van, aki azt mondja, hogy ő azt látta, az szokott hozzá, és neki azt tetszik, hogy ahogy végzett a kombány, megy a traktorba a gabona, aztán megy az eladó helyre, azt adja elfele. Ő nem tárolgat. Tehát valaki normálisan épületbe, ilyen fedésbe tárolja a gabonát, mert ő azt látta, és majd utána adja el. Valaki azt mondja, hogy neki az úgy nem jó, hogy nincsen tisztítva, akkor ő beteszi a tisztító módot. Tehát nagyon-nagyon sokféle verzió van. Mindegyiknek igaza van, és egyiknek sincs. Nagyjából múltkor ezt beszélgettük, nem? Megint másabb lenne a történet, hogyha azt beszélnénk, hogy ki tud hamarabb elérni, tegyük fel, adott nehézségi szinten, adott körülmények között, tegyük fel 10 millió eurót. Na az ott már akkor, ott lehetne vitatkozni, hogy melyik opció a célra vezetőbb ahhoz, hogy azt minél hamarabb tudja teljesíteni. Ebben a játékban az a jó, hogy az alapból is rengeteg az opció egy dologra, de modokkal meg végtelen kb. Igen. Igen, Herring. Na, még a kanálban lévőt. Kell kidobni, 2%-ot buktam. Na figyeljetek, 446 ezer liter lett arról a területről. Az azért nem rossz. Mm-hmm. Jó. Ezt be is zárom. Érjen befele minél hamarabb. Jó, le van zárva. Le van csukva. Na! Hogy mint vagyunk? Ki mi jót csinál? Mindjárt befejezem a hangerezést. Jó. A 9-es van, úgy látom, kapálva. 8-as kell még, azt hiszem. Jó. A hetest kell, hát figyeljetek, akkor cirkozzunk, legyen cirok. Én akkor elmegyek cirkot vetni. Jó? Milyen traktor van szabad? Ezt. Keressük meg az új Porsche vetőgépet. Itt is van. Cirok plusz seprő, cirok seprő. Én inkább úgy fogalmaznám, hogy cirok kalász minusz cirokszem, egyenlő a cirok seprű. A seprű cirok egész más. Micsoda? Hát van a seprű cirok, meg a sima cirok. Hát oké, de abban is ilyen kis magocskák vannak. Hát egy kicsit másabb a magja, de hasonló. Ugye az megnől akkorára, mint a kukorica. Legyen igazad. Nem, ez most... Ne add már fel, Zsolt. Elmélkedve vitatkozzunk a cirok seprő készítéséről és mi voltáról.
Na nézzük, ez hogy áll trágyázottsági szinten. 50%, akkor mehet bele a műtrágyás sztori. Én ahhoz béna vagyok, hogyan készül a cirokseprű. Google a barátod, Zsolt. A Google a barátod, ne csináld velem. Leorassák, megszárítsák, összekötik. Hát csak az a drótozási technológia is megér, az is érdekes amúgy. Bazz! Ó, de marha vagyok! Nagyon marha vagyok. De mit csináltam? Buzát kezdtél elvetni? Nem, zabot. Amúgy azt is be lehetne tenni a játékba. Itt igazából szerintem most per pillanat én azt érzem, hogy ebbe a játékba technológiát többet nem kéne betenni. Itt bizonyos dolgokon kellene kicsit változtatni. Kicsit kibővíteni. Értem itt az alatt, hogy a... Tegyük fel... Amikor learadsz egy... Ugye amit ilyen modderek csinálnak. Ugye learadtod a területet, és akkor nem ez a... Nagyon-nagyon gagyi hatású izé, de talaj, hanem legyen benne akkor egy picike kis gyom. Érted, hogy közelítsünk optikailag a valósághoz. Tehát, hogy ne legyen annyira sivár a grafika. Mert maga a gépek, meg az adaptereknek a grafikája, az szerintem az jó. Viszont a környezetnek... Környezet már annyira nem. De itt is, ha megnézed, három különböző elem keletkezik. Tehát ott, ahol megvolt a vetésem, ott betárcsáztam, ez a sötétebb szürke szín jelent meg. Ott, ahol a learatott, letrágyázott rész van, akkor ilyen szármaradványos, a vetésnél megint. Szóval, na ezen kellene szerintem változtatni sokat. De ez megint csak én vagyok. Nekem fontos, másnak nem biztos, hogy fontos. Tényleg, amúgy ma kinek hogy telt a napja? Szerda van. Holnap csütörtök. Ez most itt marad. Hát, ha kell még. Agyalósan, ugye? Szia, Faterku egy, hello, hello. Teszek egy kétbetűs kitérőt. Jó. Na jó, akkor mehet az újravetés, most már cirok. Hát agyalósan
Amit még ugye nem fejeztél be. Aha, itt kell majd vigyázni, mert a másik földünkben már van. Őszi nagy takarítás, szóval borzalmasan. Az volt nálam is. Ma pihenéssel telt a nap, és úgy volt, hogy megyek egyet edzeni, mert az időjárás... Megyek egyet edzeni, de az időjárás közben szólt, az nem jó. Hűtőcsere, hengerfej leszerelés. Akkor nem unatkoztál ma, Levi. Bár nem hiszem, hogy te bármelyik nap szoktál unatkozni. Hát a jövő szombaton maratonra megyek, igen. Figyelj, hogy segítsél a helyzeten, vigyél két vérmes kutyát, és időközönként kérd meg valakit, hogy engedje rád. Hidd el, javulni fog a tempód. Növekszik a motivációd. Nekem ma relatíve elfogadhatóan telt. Ha mégsem, akkor nem lesz kérdés, hogy nem futsz többet, jaja. De ügyes leszel, Zsolt, menni fogod. Hát megvan a... Kegyenc, fegyenc, vagy még be van benne? Amikor ugye készül a... szia Butyi, a kis ficsura a börtönbe. És akkor Kvájcsen Kénytől, mert a másik nevét nem tudom a csávónak. De gondolom meg... Tudjátok ki az a Kvájcsen... Hogy hívtek? Kvájcsen Kén, azaz. Na, visszatért. Okidoki. A Terminátor. Az csak így érte, hogy visszatért. Állandóan. De mindig visszatért. Igazából az csak egy előreutalás volt, hogy mindig meg fog jelenni. Olyan kis susogós hangja van ennek a vetőgépnek. Mit csinálja? Hát a 8-ast el lehetne kezdeni kapálni. Hát kapálás van, meg vetés. Ugye elkezdtem a 7-est cirokkal vetni. A kapáló van itt a csomagológép mellett? Egy darab van ott, egy piros. Csak kapálógépünk van, ha erre vagy kíváncsi most. Vagy van gyomlálónk is? Nincs. Szerintem. Szerintem nincs gyomláló. Nincs, mert nem kellett. Igen, mert a kicsi ez jó a kapa is. És a söprő meg hol maradtam a főnek? Amúgy jól rám ragasztottátok a főnököt, de nem vagyok főnök. Se a MÁV-nál nem dolgozom, se Indián nem vagyok. De mi lehetsz? Mármint Indián, vagy vasutas? Mindkettő.
Még volt utatuk, hát lehet, ha marad még esít ebbe az országba. Indiánnak kicsit nehéz lenne vallani magamat, maradjunk annyiba. Hát figyelj, ahogyan én a Jedi-rend tagjára vallottam magam a népszámláláskor, tehát... Mit csináltál? A Jedi-rend tagjának vallottam magam a népszámláláskor, tehát mehetsz akár mindig. Te képes voltál Jedi-rend tagnak vallani magadat népszámlálás? Hát megkérdezték a vallást, hát akkor... És beírták? Persze. Mi? Ott volt benne? Igen. Lehet egy Jedi-rendnek... Azt hogy? És csak most szólsz. Basszus kulcs, várunk kell 10 szaros évet! Nem már! Persze, hát én már a második népszámláláson lettem, Jedi. Nekem ez az első népszámlálás. Visszatérő Jedi. Nekem... Emlékeim szerint nekem ez volt az első népszámlálásom. Mert amelyiken lehet, hogy voltam ott még nem feltétlen tudtam nyilatkozni. Ahogy az indiánok lette, akár te is lehetsz az. Mit vetünk? Cirok. Ágyat. Halk vagy vadul. És hogy mondod, hogy Cirok így ugrik be, hogy tényleg én vasárnap nem voltam Warmingon. Akkor nem tudtak belépni multiba? Nem, hanem az volt vasárnap, kérlek szépen, hogy 11 óra 59 perckor az áramszolgáltató úgy gondolta, hogy 10 másodperccel az áramszolgáltatást meg kell szüntetni, és mivel az escape-et nem nyomta meg, ezért 2 órányi mentés ment el a levesbe, és amikor erre ráhúcsultam, akkor azt mondtam, hogy elhúztam aludni. Akkor itt voltam, de délután. Délután nem tudtak bejönni. Úgyhogy ilyen DLC mutogatós adás volt. Én meg mobil koncerten voltam. Micsodán? Moby Dick koncerten. Egészségedre. És láttad a nagy fehér bánát? Bizom. Na, akkor jó. A bal felső sarokból vettem a jobb felső sarokból vettem a GPS jelet. Így. Ja. Ha ez számít is bármennyit. Nem annyira. Jó. Úgyis nekem szerintem mások. Nem, Porsche-al vagy. Nem. Hol? Nem a Horst hoztad? Nem, a Horsom meg. Ez föl volt töltve, nincsen benne műfejde, csak van. És különben is Kigyi egész más dolgot akar vetni. Igen, különben is, hát vetek én bele zabot is. Azt kezdted a mai. Igen. Úgy látszom, jegyzetelnem kell a hibákat ilyen alkalomra, mert ti olyan szinten megjegyzitek, hogy egyszer tudok visszavágni. Nem tudok visszavágni? Azért itt egy-két dolgot tudnék visszavágni. Mert a horsunk az nem ugyanott van. Aha, jó, oké. Leköszöntem további jókat, szia, más jó pihenést és jó elmélkedést tovább is. Amúgy, Levi, előbb tedd fel a kérdést és csak utána válaszolt meg. Amúgy, Petyus, szerinted milyen kamiont javítottam most? Bennett a zárójába Mercedes-Benz. Levi, előbb tedd fel a kérdést és hagyd töprengjen rajta egy kicsit. De szerintem, hogyha ha Petyusnak ilyen kérdést teszel fel, akkor úgyis rávágja, hogy Merci. De szerintem most konvojoznak HP-val, mert ugye ma van HP-nak az adása, szerda van.
Igen, megy a streamje. Azért mondom, hogy szerintem most konvojaznak, most odafigyelnek. Műtrágyát rakjam ki belőle? Nem, hozzad, használjuk el, ami műtrágyánk van. Azt most elhasználjuk még. Mert utána térjünk majd csak át a műtrágyamentes öko-bio origi ganyéra. Az ilyen házi készítésű ganyéra, akkor fogunk áttérni. Le kell ilyen Pétről hozni azt a sok cuccot. De amúgy kicsit visszakanyarodva, War Thunderben nem látjátok a tankokat. Azon kívül van még azzal valami gond? Vagy élvezhető azért a dolog? Igen, élvezhető. Én már látom is egyébként őket. Ha többet nézik, majd ők is látják. Szerintem itt kicsi kóstolgat titeket. Szerintem itt kinyi kóstolgatni akart titeket. Én már kiraktam a nagy tévére és nagy ittót is vittem elé, de akkor se látom. Meg van itt, hogy alá célzás? Igen. Fölé. Igen. Hát működik a ballisztika. Vagy van ballisztika, vagy nem tudom, hogy kell nevezni, vagy mondani. De a bombát se csak úgy bedobod. Tehát annak is van. Az nem megy, az kuka. Bár ugye a repülőm nem is alkalmas erre a történetre, mert azért, ha megnézitek, azok a bombák, amelyek kiszednek, azok ilyen 2500, meg 5000, meg 10000. Azért ott vannak. Tehát az én 250 kilós bombám az vagy telibe kólintja a tankot, vagy maximum megkarcolja a lánctalpat. Sokra nem alkalmas. Lehet ezen majd változtatunk. Tényleg? Ismerik valaki azt a növényt, hogy fekete berkenye? Van közületek, aki találkozott ennek a... Nevet már hallottam, de... Akkor azt mondod, dob a főnök, hogy dobjam ki a bombákat, jaja. Igen, nálunk termesztik, szia Levente. Kint Romániában termesztik? Erdélyben? Perec, te hallottad a fekete berkenyét? Erre kíváncsi leszek, hogy tudunk-e... Gyere nyugodtan. Én teljesen nyugodt vagyok. De elvileg azt nézem, hogy el fog férni. Igen, elfér. Igen, a szomszédes faluban egyik ismerősem. Mert sok jót mondanak róla. Aztán van egy kollégám, aki ugye most per pillanat egy hasnyálmirigy daganattal küzd. Aztán ő neki ajánlott az egyik kollega, kezdte elfogyasztani, aztán kértem tőle én is. Tehát ha neki használ, akkor nekem meg talán nem árt. De maximum ilyen minimális mennyiséget szabad napi szinten bevinni. Tehát a maximum ilyen 300 ml, 3 deci. Amit be lehet vinni. Ma fogom megkóstolni először. Már ugye elmondták, hogy mivel én a 100%-os verziót választottam, nem az 50-est. Azért lehet, hogy az elején egy kicsit szenvedni fogok. Mert ugye ilyen elvileg ilyen kesernyi és savanykási íze van.
De ugye ismerjük a mondást, hogy ami nem öl meg, az erősít. Kivéve a medve, mert az kibaszottul meg a... Igaz? Ami nem öl meg, az XP-t ad. Azt mondod? Hát, ami medve eszik, a kezedből eszik, az a lábadból is fog. Ez így van. De elég sok mindenre jó, én is nézegettem, a cukorra is jó. Hát, nekem igazából az általános egészségem megőrzése, visszaszerzése. Ugye én ilyen megelőző csapást szeretnék tenni, nem pedig majd később kapálózni. Nem olcsó, az tény és való. Ugye 3 liter az... Elég szép kis liter ára van, de... De ma már minek nincs ára, igaz? Nem, ez szoktak amúgy itthon is csinálni ilyen céklalevet, almacéklalevet, meg egyéb ilyesmit ilyen hidegen sajtolva. És ebbe a vákum tasakba van benne, ebbe az alu vákum tasakba, ez is ugyanazzal a technológiával van. Hűtés nem igényel. Majd kíváncsi leszek, hogy mennyire font tud inni. Nem, nekem az a gondom ezzel az egésszel, hogy én nagyon-nagyon nehezen tudom beiktatni a napi rutinomba. És úgy vagyok vele, hogy ugye vettem magnézium tablettát, ugye meg volt mondva, hogy evés közbe kell, de mindig amikor ettem, akkor már elfelejtettem, pedig kimaradt, úgyhogy vettem ilyen ivósat, amit meg ugye két táplálkozás között kell. Úgyhogy eszek, megiszok egy magnézium után eszek, úgyhogy lényegtelen, szia Zoli. De a vitamint is úgy tudom szedni, hogy ide le van pakolva velém. Mert amúgy azt se venném, szedném be. Aztán jobb félni, mint megijedni, nem? Vagyis én azon az alapon vagyok. Meg világ életemben amúgy rossz volt a vérképzésem. Volt, hogy elmentem, ugye tetoválásom van, kivártam az időt, hogy tudjak vért adni. Elmentem vért adni, és így közölték, hogy nem adhatok, mert még nekem sincs elég. Felkelsz Covington, majd betolod a berkenyét, és mindjárt felébredsz, mert fanya a savanyú, azt már meg is vagy. Azt mondod? Vashiányos is vagy. Vashiányos is vagyok, ha. A vérszegénység az általában vashiánnyal párosul. Igen, tudom. Nekem is így, na. Üveghiányom nincsen, mert gyerekkoromban pár üvegpoharat már elfogyasztottam. Megcsúcs. Elég babot eszek, és így már ezt a részét megküzdöm. A babevésem az a problémám, hogy az meg... mi a fene? Hú, vagy a köszvényt, vagy a refluxomat basztatja, kettő közül valamelyiket. Vagy ég tőle a gyomrom, vagy magas lesz a húgysavam. A kettő közül valamelyiket basztatja, azt tudom. Viszont a vérképem akkor volt a legjobb, amikor bort is fogyasztottam. Akkor olyan vérképen volt, mint ami a könyvekben van. Az nem baj, mert a jó minőségű vörösbor, és most itt nem a liter számra kell érteni, hanem 2-3 deci esténként, az amúgy az jót tesz. Az de, biztos, bár de ez jó, nem vörösbor volt. De jó minőségű vörösbor. Ez pintes volt, kérnek szépen, gyógyhatású bor. Igen? Az úgy beállította a vérképet, mert utána csak néztem, hogy az igen. Hát, kollégám ajánlott nekem is ilyen bort, mert ő is fogyaszt, ugye a vérképjavításhoz. És attól még nekem nem is azzal van a problémám,
hanem én úgy vagyok vele, és nekem a fő indokom a minimális alkoholfogyasztás ellen is, hogy nem tudhatom, hogy mikor fog, tegyük fel, csörögni a telefon, hogy kell mennem tesóméknak segíteni, vagy bármi, és mit tudom, hogy ilyen túlgondolásos, meg előre pánikolós vagyok, de mi van akkor, hogyha hát jön a világ vége, nekem kell beugrani egy kocsiba, és akkor tiplizni. Lehet, hogy akkor hát, a rendőr... Ha jön a világ vége, akkor mindegy. Hát nem, érted, arra értem, hogy tegyük fel, mikor lesz olyan probléma, ami miatt esetleg gyorsan bekerülne a kocsiba, és eljutni A-ból B-be valahova. Úgyhogy nem azon kell gondolkodnod, hogy mi van. A hála Istennek elvileg pajzsmirigy egy alul túlműködésem nincs. Remélem nem is lesz ilyen, de már az se egyszerű történet. A pajzsmirigy genyósága. Figyeljetek, amióta járok például a természetgyógyászhoz, azóta például az epémmel meg a reggeli gyomorsavhányásommal nincsen probléma, tehát az megszűnt. Vagy el van fedve, vagy bármi ilyesmi. Érted, a farpofát se kell szorítani, mert elkapott a szapora. Tehát az sincs, mert ugye azzal is volt problémám, mert ugye emésztési problémám az nagyon régóta van. Amúgy nekem az érettségi alkalmával kezdődött. Azt a feszültséget, azt a stresszt, azt nem bírom. Sőt, kifejezetten utálom. Nagyon-nagyon rossz a stressz. Nem vagyok ideges típus, meg nem vagyok olyasmi, hanem a szervezetem nagyon-nagyon rosszul kezeli. Vagy lehet az a baj, hogy el van nyomva, és akkor ott jön ki, a fene se tudja. Mert elvileg azt mondják, hogy aki szitkozódik káron... Hogy aki szitkozódik, aki káronkodik, az nem feltétlen jó, de az idegrendszerre való viszonyban az biztos, hogy jó. Az, aki főthöz vágja a villáskulcsot, meg a poharat, az hamar megnyugszik. Nem? Hát azt mondják. A futballmeccsre is azért járnak szidni a bírót, hogy megnyugodjanak, nem? Igen, igen. Mondtam is egyik havernak, hogy többet én veled nem megyek foci meccsre, azt tudja. Mert? Hát annyira még nem akartak megverni egyszer se. Ja, mert bíró a haverod, vagy mi? Nem. Beszóltam mindig mindenkinek. Ja, ez a... Nagy a pofám, egyszer beépítik? Yeah. Azokat szeretem. Amikor már kifutott az egyik játékos, aztán meg akarta verni. azokat leléptették. Én gáncsoltam el a szerencsét, mert én ne tudjon ütni. Ráesett, és sajnáltam is. Én hoki meccsre járok kiengedni a gőzt, az jó. Az sokkal jobb, ha akkor kimérgeled magad, mint tőlőd. Igen. Én inkább hazamegyek, mint dobálózok, így nem vesznek szelszámokat. Ja, így sem vesznek szelszámokat, azt mondod, írd? Ezt most nevedd magadra, írd az a típus, és most bocs, de ugye van az, aki a munkájén oké, hót nyugat, vagy hazamegy, azt puff, felképeli a családot. Jó, ez most csúnya, ne haragudj, írda. De ez a fajta is van sajnálatos módon. Télen nyáron a motor. Az jó. Levente, csak az a baj a motorozása, hogy az meg olyan, mint az orosz rulett. Egyszer sül el rosszul, de akkor az általában nagyon rosszul sül el. Egyszer minden motoros meghal. De ez mondjuk a program az autósokra is. De ez a program azokra is igaz. Az nekem is halálos kivitelű. Nem? Hát az életet még senki se érte túl.
Á, itthon minden oké. Hát persze, miután mérgesen mész haza a munkával, tudod. Élet egy nemi úton terjedő betegség, ahol a halálozási ráta 100%. Micsoda? Ja, ezt még nem hallottam, de ez jó. Az élet egy nemi úton tehet. De tudjátok, hogy az, aki egyszer repült, az sose érte túl? Ha úgy veszük. Ha nem repültél, akkor a repülés? Se érte túl. Igen. A repülés éli túl soha senki. Mert? Hát vagy rögtön hat, vagy elhúzódik. Hát de az akkor szerintem túléli. Hát, a repülést magát, az aki de repült, a következményét már nem, volt. Tudod. Nem. Figyeljetek, saknál, vagy az, ott, azért ott is lehet veszély, nem? Mármi? Hát ugye, ha, hát hogy az lenne a gondolatmenetem most hirtelen, hogy vajon melyik a legbiztonságosabb sport, ami a legkevesebb sérüléssel jár? Amelyiket nem veszed komolyan. Amint komolyan veszed, abban mindegyikben benne van a veszély. A sakkban is? Hogyne, hát ott is tudsz szívrohamot kapni, mert zsírideges leszel. Zsírideges? Hát most mi? Hát figyelj. Hát az, figyelj, azért megnéznék egy olyan sakkmérkőzést, amikor a nagy nyugodtan játszanak, lemegy a mérkőzés, aztán egymásnak esnek ki, az püfölik a fejüket a sakktáblával, tudod, hogy... Hát nem pont erre gondoltam. Vagy milyen lenne az, tudjátok, amikor a boxmérkőzések szoktak lenni, vagy meg ezek a K1, K2, tudod, azok ilyen ketrechalzos, amikor így egymásnak feszül a két sporttól, ugyanezt egy sakkos verzióba, tudod. Ilyen előtte mélegelés, meg fotózás, azt utána leállnak és sakkoznak. Most verték agyon az egymást a neszkárosok is verseny után. Igen? Egymásnak jöttek? Ó, szerencsétlen véresre verte az újoncnak az arcát. De nem tudom, azt hiszem, hogy nem kapott semmit érte. Másképpen veszik ezt. Figyeljetek már, a hokiban nem úgy van, hogy ha ledobod a kesztyűt, akkor szabad verekedni? Nem tudom, én egy másik válfaját szoktam űzni csak. A floorbolt? Nem a zsebkendős. Valahogy sejtettem. Valahogy sejtettem. Sejtettem, csak nem tudtam, mi? Ja. Na, figyeljetek! Ez volt Kinyinek a coming out-ja. Na, még valaki? Valamilyen coming out-ot itt élő adásban, itt a lehetőség. Ha valamit beszeretnél vallani a társaság előtt, most megteheted. Hogy örülök neki? Hülye vagy, hát ne haragudj meg. De egészségedre. Na. Hát nagyon bírtam amúgy az ilyen coming out-okat a TikTokon meg egyéb ilyen helyeken, amikor úgy hogy a csávóról lesütne a csajról, érted, hogy ugyanarra a lyukra játszik. Vagy egy kapura játszik. Érted, ezt utána jön a nagy coming out, és akkor hú, nem is tudtam. Tudod, meg ilyen. Hát. Meg annak rengeteg paródiája van amúgy. Ha megnézitek. Az ilyen coming out-oknak. De nem fura? Amúgy, hogy iszonyatosan bejöttek ezek a külföld vagy angol kifejezések. Tudod, az ilyen ki a crashed, ki a red flagged,
coming out. Ilyenek vannak egyébként, mert én ezt most hallom először. Nem? Nem hallottad még? Nem. Tudod, mi a red flag? Nem. Kifejezés. De, de ezt nem csak a csajozásban használják a red flaget, hanem állásinterjúknál, meg egyéb ilyesminél is. Az, amikor megszületik benned az az érzés, hogy innen lépni kell a picsájába. Kizáró tényező. Igen. Várj, ki googlezte? Én. Eha. Vagy... Szerinted mennyire volna rá szükségem? Ja, van gyerek? Nincs. Vagy akkor ismerted? Persze. És a crash kifejezést? Crashed? Crash. Crash. Amire te gondolsz. Akkor crashod, bocsánat. A kiszemelt. Hát, de az, akivel nem jön össze? Nem? Aha. Nem feltétlenül. Nem feltétlenül? Nem feltétlenül, összejöhet. Legalábbis az én olvasatomban ez a crash. Na, látod, érdemes volt felkelni. Van amúgy is egy csajt ilyen szép horspirosra festette. Horspirosra festetted? Igen, igen. Az mit jelent, hogy egyetlen egy, egyetlen egy mondat után ilyen szép horspiros lett az arca. Mi volt a mondat? Hát behoztak egy laptopot, megcsináltam, majd jött érte ugye a család. Aztán mondja anyuka, hogy hát nagyon gyorsan kész lett. Neki, hogy hát aki ilyen szép leányzóval érkezik, annak gyorsan kész lesz a laptopja. Hát a csajra ránéztem, figyelj, az, az olyan vörös volt, mint egy Ferrari. Hát, vagy nem szokott ilyen bókot kapni? Ezek szerint. De tényleg szép volt, vagy csak elhitetted, hogy szép? Hát figyelj, azért neki is legyen szép jó napja. Tudod, ez a... Kigyi jótékonysági napot tartott. Nem azt mondom, hogy egy klasszikus szépség, de egyébként... Nem csúlva. Ilyen műkincs volt, tudod? Igen, igen. Nem bírt, hogy nem találják meg. De nem, egyébként. Aranyos ne. Én nem láttam egyébként a reakcióját azonnal, mert... egy anyukával beszéltem, ő oldalt át, ott az osztoknak eltakarta, de visszanéztem kamerán azért. Mégiscsak mi volt a reakció. Nálatok is te vagy a kameraman? Igen, igen. Csak én, nekem van hozzáférésem, de elszavas, és senki nem közelheti csak én. Hát nálunk kéne is... Kéne a káposztát. Nálunk is én szoktam közelni a kamerát, nekem kell nézni. Nem, ez így korrekt. Tehát így a főnök nem tudja nézni az alkalmazottait, ő sem tudja a jelszót nyílni. Hát nálunk tudják a főnökség, csak... Nem, senki sem tudja, csak ne, nálunk a jelszó az nagyon egyszerű, mert hogy jelszó, de hát... Igen, hogyha valamit el akarsz rejteni, akkor tedd az emberek arca elé, és akkor nem látják. Nem, nálunk én szoktam elővenni a laptopot, és akkor visszanézni a kamerát, nem tudom hányszor volt, hogy hány órát kellett nézegetnem. Tehát hova tettük a PDA-t? Ki vitt el a pénzt, amit a másik telephelyre lett számvatott váltópénz? Érted? Csak utána jön a kollega, hogy ja, hát a főnök azt mondja, szólt, hogy elviszi az aprót, meg ilyenek, érted? Én meg ott nem tudom, hány órán keresztül bogarászom, hogy mégis hova lett abból az apró. Akkor Dama, a te lecke mappád is 60 gigás volt? Várjál, ezt nem értem, ezt a lecke mappát. Írda. Na várj, ezt nem értem. Ja, a lecke mappa!
Ja. Valahova tenni kellett. Jó, oké. Én amúgy elárulom, én a rejtett könyvtárba tettem. Mert ugye vannak rejtett könyvtárak a Windowsban, amit alapból nem jelenít meg. És azt tudtad, hogy létre lehet hozni olyan mappát, ami nem rejtett, ott van a szemed előtt, de mégsem látod? Igen, ilyen hülye formátumokat lehet csinálni. Nem, tehát nem lesz a mappának neve, és átlátszó lesz még az ikonja is. Igen, olyan, mint hogyha a sztori lenne. Valamit láttam hasonlót. Csak tud, hogy hova húztad azt a mappát. Hát az... Lecke. Aki elrakta, az csak tudja. Jó, de most figyeljetek, nem tudom, gépműhelybe kiárt, vagy ki szokott járni gépműhelybe. Tehát... ugye le egyes autószerelő műhelyekben is ugyanez volt. Ugye a elég érdek, 18 pluszos bőven a tapéta. Tehát poszterhegyek. Hát igen, és a hölgyek is ugyanúgy viszik ám egyébként, amióta olyan helyen dolgozok, ahol ezt árulják, azóta tudom. Hát figyelj, az előző cégnél, ahol szerszámkereskedőnél területig ilyen értékesítő, vagy nem tudom mi voltam. Tehát ott konkrétan a férfi naptár az fontosabb elem volt, mint a női, mert ugye fent az irodában a hölgyek is követelték, hogy akkor legyen férfi naptár. És a cég megcsinálta. Hát ez a... És a mostani cégem meg tök hülyének néz, amikor mondom azt, hogy ne csak női naptár, nőket ábrázoló naptárat csináljanak, hanem egy kisebb példányszámba, de csináljanak férfi naptárat is, és hülyének néznek. És brutálisan nagy, mert nagyon sok kereskedelmi egységben hölgyek vannak. Vagy hülyének néznek, vagy szólnak szembe a benzinkutasoknak. Ez jó, hogy csak mi érhetjük. Kösz. Kösz. Lehet, ha valahonnan indult az a dolog. Jó. Jó, rendben. Értem. Ja. Kösz. Ez most jól esett. Szóval vigyázni a nagy marketing ötletekkel. Semmi baj. Nem is itt kell. Tört zsákokat pakolom ki. Elfogad. Egy raklak. Hát figyelj, azt nézem, hogy műtrágyánk nagyon... már nem nagyon lesz. Nem is baj. Ugye azzal nem biztos, hogy te is tele leszel. Nem baj, még van egy gépbe, majd abból kiszed. Van benne egy nagyon kevés. Amúgy... nem kell sok. Erre meg kell fordulni, mert a műtrágyát azt nem akarja tölteni. Valószínűleg azért, mert az elő van, igaz? Mi volt a műtrágya? Nem. Az
basszus kulcs. Oda valahogy be kéne jutni. Jó, azt vissza. Hát... valamennyi műtrágya maradt. Még. Nézzük, hogy vagyunk. A 21-22-re kell kimenni még. Oda is jó lesz a cirok, nem? Hát most nem lesz kukorica. Sok minden nem tudsz, kukoricát tudnám még talán vetni. Hát de kukorica cirok az ugyanarra megy a takarmánykeverőbe, úgyhogy nagy jelentősége nincsen. Zabot fogunk majd amúgy is sílózni az egyiket, abból lesz. Ugye valamennyit muszáj. Nem tudom. Meg lesz burgonyánk, igaz? Jó, az jó állapotban a burgonya. Elkezdtem a 22-est. Ez hogy van? 50%-os trágya. A hetend. Gigi, ezt a 9-es földnél, ahol van a híd, ott vettem a GPS-t, illetve hogy te mész a másikra? Majd. Melyikre mehetek? Itt van mellette a 21-es. Akkor megyek 21-esre. Szóljátok rám, hogy be kéne kapcsolni a vetőgépet. Kapcsolod be a vetőgépedön. Köszönöm, Gyuri bácsi. Legközelebb, ha ráállsz, akkor kapcsolod be a vetőgépet is. Köszönöm szépen, Kigyi. És mivel lehet bekapcsolni a vetőgépet? Gomba. Mivel másképp nem vet? Valamelyik gomba. Mivel be kell? Mivel be kell? Figyelj, Doma, legközelebb, hogyha haladni akarsz, akkor kapcsolod be a vetőgépet. Köszönöm szépen. Ha még nem szóltak volna. Köszönöm szépen a tippeket. Hogy én sem maradjak ki legközelebb, amikor akarsz. Kapcsolod be az emlékeztetőt. Hogyha eszed nincs, legalább nagy eszed legyen. Köszönöm szépen. Szia Zsolti, hello. Perez dicsőrő szavai a mai estén nagyon jól esnek. Viszont a műszaki állapot az nem valami magány. Mi újság, Zsolt? Mehet a cirok ebbe is? Igen, hát most nem lesz valami változatos a... növények nem lesznek most változatosak. Majd reméljük lesz bérmunka és akkor. Hát igazából, hogyha a általánosságban nézzük, hogy mi kell az állattartáshoz, meg egyéb ilyesmihez, le lehet redukálni pár növényre, amivel foglalkozni kell. Ugye az egyik a zab, a cirok, a cukorrépa a játékban. És hogyha ez megvan, meg a repce. Tehát nagyjából ez a négy növénykultúrával nagy hatékonyságban le vagy fedve. Most végeztem egy brutál melóval, pihenés van ezerre. Elindult a favágósdi? Zsolt? Beindult? Már adott is, Zsolt.
Micsoda? Náluk is. Nem, Zsolt ő főállásban dolgozik. Valamit, amit nem jegyeztem meg. A hobbiát az jobban, vagy a másodállását. Az pedig veszélyes fa kitermeléssel foglalkozik. Illetve favágással. És úszmán a gépeket, meg fejszít, meg egyéb ilyesmit használ előszeretettel. Akkor pacsi, én is jobban szeretem úszmánnál, mint is. Igen, mert te nagyon halk lettél, mióta elmentél pipilni. Nem jött vissza, még mindig ott van. Ja, igen, ott vagyok még. Egy akácos kitermelés volt, 31 óra, 200 mázsafa. Az komoly. Az nem rossz. Amúgy Zsoltot úgy képzelem el, mint a piros karalszínbe a vágó. Igen? Szerintem meg egy ilyen... Ja, hogy ilyen nagy darab megtermet, szerintem amúgy Zsolti egy kis vékony csávó. Olyan Zsoltos. Zsolt, akarsz reklámba szerepelni? Mert annak a favágónak az az álma. Bár még keresi a magában a favágót. Centi, 95 kiló, hát akkor nagyjából olyan vagy, mint én. Én csak 185 és 100. 7 kiló. Bármilyen favágása... Befejeztétek a kapálást, akkor ezt én megcsinálom, ami itt vissza van. Hengerezni kéne a hetest. És ahhoz a kék henger kell, igaz? Igen. Igen. Oké. Okay. De viheted a múcsozót is. Azt inkább ne. Inkább akkor a fűhengert vigye a zöldet, mert azzal kárt nem csinál, de hasznot se. Mert a kékkel hasznot csinál, a sárgával kárt, a zölddel semmit. Ja, úgy van kész a meló, hogy gaj külön kupacolva, és a haszonfa külön sarangolva. Az jó. És mit fognak kezdeni a gajfával? Mert általában azt mostanában eltüzelik. Ahelyett, hogy bedarálnák. Nálunk darálják. Itt is. De pellet is készül belőle, vagy eltüzelik? Nem, az erdőbe szétfújja. Hát ez a baj. Az azért az még nagyon sok embernek hasznos tüzelő lenne télire. És akkor amit kitermeltek 2 méteres trönkéket, azt utána ledarálják, viszik az erőműbe. Mert ja, az erőmű csak azt fogadja el. Hát jó, de ott a technológia véget van. Aprítva lesz? Na pont a 12 kamionnal viszne. Zsolt és a tuskókkal mi lesz? Ők majd kommentelgetnek Facebookon. De hagyjuk őket. Várjál, Perec. Általában görgetem a Facebookot, és látok egy botos posztot. Alatta biztos, hogy ott vagy a kommentben. Én sokszor mondtam, hogy én is el vagyok. A tuskók maradnak? De miért? Visszafog majd... Köszönjük szépen. Nem, brád. Nem. Akkor én is láttam egy botos posztot. Hát van, nem tudom, Perezet hogy hívják, de biztos, hogy ő lesz az. Figyelj, egy a lényeg, egy botos posztot nézel, és egy szakállas ember köszön vissza, az Perez. És akkor biztos, hogy tudni fogod, hogy kicsoda.
Várja, hozzáteszem, egy mosolygós, szakállas embert keresél. És akkor megtalált Perecet. Miért a tuskókat miért nem szedik ki? Vagy vissza fog se adni a tuskóról? Vagy akácnál az gond nélkül van. Csak akkor nem lesz belőle semmi értelmes növény, vagy növényfa. Vagy az akácot azt, várja, az hogy van? Szoktak egyszer, van egy ritkítás, meg az akácfa amúgy az, hogy hívják? Aj, milyen fa fajta? Tehát nem papíripari, hanem szelszám alapanyag? Vagy micsoda? Ezt a papíriparit, ezt gyakoroltad is? Miért a nyárfa meg ezek azok mind ilyen papíripari fák? Ez kifejezetten a papíripar véget van. Viszik azt a motorhoz is, motorlapot. Ez egy magánterület, a fickó nem akar vele foglalkozni. Hát jó, de akkor így talra vágatta az erdőt, és akkor ott hagyja a fenébe, hogy van. Az úgy komoly. Vagy kituskózzák? P. Tamás 84, köszönöm szépen a követés, ütköztünk, kérdezi a magad, hello, hello. Mert ugye vagy kiszokták húzni a tuskót, vagy kifúrják ilyen tuskómaróval, vagy tuskófúróval eltüntetik. Szia Karcsi, jó estét! Az a terv, hogy a sorok közé telepít. Az is egy megoldás tud lenni. Csak egy idő múlva akkor is foglalkoznia kell a tuskóval. Vagy tuskókkal. Addig elrohad. Még akkor is. Nem, az ki fog hajtani, Gyuri bácsi. Az akác az gond nélkül kihajt a tuskóról. Jó, nyugodtan megtelepednek benne a gombák, amik majd átkerülnek a másik fára is. És akkor az újnak is kapok a... Itt kidaráljak. Na, igaz, hogy jó, van akác is, de nálunk inkább a tölgy. Nálunk itt a nyírségben homok miatt az akác az erősebb, gyakoribb. Van ugyanúgy tölgybükk, van ilyen. De általában az akáca nagyon... Nálunk nagyon sok a tölgy, meg a cser. Aha. A hetes tetejét hengerelem. Oké. Tavaly vágták talra a sóstói erdőnek egy részét. Azért az nagyon csúnyán ki. Pedig olyan, annyira jó volt ott futni. Volt kialakítva kifejezetten futó részben, de talra vágták az egészet. Hét ányatok még nincs? Nincs. Pedig már időszerű lenne akkor. Nem, a sétány nem szeretik a környéken, mert arról lehet leskelődni. Itt szeretik az erdőt, mert ott el lehet bújni benne. Itt fordítva van. Múltkor egy császárfa lombozatát tettem rendbe, nem semmi az a fa sem. De a császárfát azt lehet egyetlen fának nevezni? Miért ne? De az nem ilyen puha valami? Nagyon gyorsan nő, hát magasra, az... egyenes, száll egyenes. De az igazából fa. Nem hát valami fászárú valami? Ne, amilyen magasra megnő. Azt ilyen energiafának hozták be, nem? Nem tudom.
Hát annyi, hogy nem bútoripar vagy egyéb ilyesmi, hanem megnő, kivágod, ledarálod, megy fűtőnek, az cső. De nagyon jó a fűtő értéke. Azért mondom, hogy ottam azt fűtésre hozták be. Úgy csak most, hogyha erdőt akarsz telepíteni magadnak hivatalosan, az nem olyan egyszerű sztori, nem? Na vagy még mindig kell a vágás engedély a saját erdőt kiírtásához is? Még az udvarodban lévő fáról is. Azért. Telepítésnél még azt hiszem előírják, hogy mit telepíthetsz. De ki se lehet írtani, gyökérről kihajt évek múlva, és ez tök jó. Kell bizony. Szomszédnak is van erdője, ki kellett hívja az erdészetet. Megjelölték, melyik fákat vághatja ki. Lesz-e neked magántulajdon, mi? De a gyümölcsfákra nem vonatkozik, vagy arra is? Igen, arra is. Fú, akkor szörnyű, kivágtunk egy diófát. Erre az akácosra nem kellett, mert ez nem erdőként van nyilván tartva. Ugye csak az erdőként nyilván tartottad? Mi is pont most állunk erdővágás előtt, kell minden nyavaja. Az úgy faszakarcsi. Jó, de most a szántóföldet meg engedély nélkül nem ültetheted be fával, még gyümölcsössel se. Ha jól tudom, azt is engedélyeztetni kell. Kert végében nem tudom, hogy foglalkoznak, hogy van-e bejelentési kötelezettséged, vagy sincs. Nem valószínű. Hát helyi önkormányzat az válogathatja, hogy milyen a helyi szabályzás. Az eltérhet. Hát én nem kértem engedélyt az egyik... Micsoda? Inkább csak a jó akaróid tudnak oda belekötni. Lehetséges. Nem hiszem. Én nem kértem engedélyt, az egyik fa már veszélyes volt, a másik meg teljesen kiszáradt, úgyhogy kivágtam. Jó, hát itt most egy-egy fának a kivágásával biztos, hogy nem fognak foglalkozni, viszont ami már erdő méretű, azzal biztos területen. De nem ám, művelés alól ki kell venni a szántót és erdővé kell nyilvánítatni. Nem, mert sok helyen volt az, hogy a szántóföldek végébe direkt volt ilyen akácos belevágva. Ugye egy szélfogónak is jó volt, meg ugye ki tudott menni, és akkor a télen a traktor pótkocsit meg lehetett hányni akáccal. Sok helyen használták. Vagyis itt a környéken biztos. Tényleg Kigyi, te már eltüntetted a tüzelőt? Vagy tüzelőnek valót? Amúgy igen, mondtam. Éppen ma fogyott. Minden van spájzolva. Viszont nekem mint fakitermelőnek nincs hozzá jogosultságom, hogy ellenőrizzem az engedélyt, mert magánadatok vannak az engedélyen, aha. Hát akkor az ki ellenőrizheti? Mondom, valamelyik hatóság. Jó, de neked, ha megkérdezik, hogy miért vágod a fát, valamilyen megbízás a szerződésednek lenni kell, nem? Városi főkertész. Amúgy az annyira vicces, városi főkertész. Én elszem, hogy van.
Ja, nálunk is van. Tudom. Annyira nem, mint a tengernagy. Erdőgazdálkodónak kell lenni, vágás engedély kell, ki kell méretni a vágás előtt, brigádot találni, aki kivágja, szóval van meleveló. Igen, mert attól, hogy megvan az engedélyed, te még nem eshetsz neki, mert hogyha nincsen végzettséged róla, akkor nem vághatod a fát, nem? Vagy legalább egy végzettséggel rendelkezőnek. Mert elvileg most hoztak olyan törvénymódosítást, hogy lehet végezhetsz bizonyos munkákat végzettség nélkül, de kell melletted olyan embernek lenni, akinek van rá a végzettsége, vagy mi a fene volt a hírekbe. Orvosolva a szakképzett munkaerőhiányt. Annyi, hogy a munkaköröket azt nem néztem meg, hogy... Ja, nem mászod a dombot, Kigyi? Ja, nem, mert visszaesik 12-13 km per órára, és akkor műságya az nem igazán jó. Fakitermelésben, aki dönti a fát, annak kell végzettség, aki gajaz, annak elég a kioktatás is. Aha. De mi is neki állhatunk, csak lassú lenne, meg minden év végén le kell dokumentálni, hogy mennyit lett teljesítve a vágásból. Igen, mert ott van egy... terv, hogy hogyan fogod azt a területet, egy gazdálkodási tervet kell készíteni, nem? Igazából a fűrész kezelői papír. Nem, ott amikor erdőt telepítesz, akkor elvileg úgy van, hogy amikor elülteted, akkor hogy mikor fogod a gyérítést csinálni, mikor fogod ezt, mikor fogod azt, és ezt tartani kell, egy ilyen ütemterv. Ha jól rémlik, mert az egyik céghez jártam be, a nyírbátori erdészethez, és akkor ott beszélgettem a mérnökkel, mert ott csináltak ilyen régi, hagyományos parkettát is, meg egyéb ilyesmit, azt ott beszélgettem vele erről. Ha már nem vásárolt árut legalább, akkor tudja valamit a fakitermelésről. De minden beszélgetés után végül vett valamit. Még Mária Pócson volt még egy erdészet. Ott, Doma, te mit vetsz különben? Cirko Gyuri bácsi. Miért? Semmi. Miért? Csak kérdeztem. Ja, azért, hogy ilyen csíkos? Mhm. Mert minden igen, másik sorban. Igen, előtte búza volt. Előtte búza volt. Ezt néztem én is, ugyanaz a szín, mint a felső. Szia, Doki! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 44. hónapja tartó töretlen támogatásodat. Megtisztel, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá. Köszönöm szépen. Figyelj, csak hétfőn vártalak. De nem jöttél. Most akarok venni egy magassági ágvágót, viszont elég borsos a huszkvarna cucc, és mértem, hogy épp
befér a kocsiba, ha vezetőt ráteszem a műszerfalra. Az 525-ös nézted? Valami PTS 525? Most rendeltem, hogy most jött meg a héten 2 darab. De ha gondolod, akkor nézd meg a kastélynek a QEB 270-esét. Vagy ha gondolod, akkor kézi ágvágót tudok neked, de a silkit. 4 méter kitolható kézi. Azt hiszem, azt néztem, 397 centi. Sima, kézit nem szeretnél egy jó kis silkit? Japán penge. Hát figyelj, hogyha lesz Nyíregyházára vásárolni, lehet, hogy tudok intézni neked egy kis kedvezményt. Igen, az van bent a boltba. Az is rohadt hosszú. Figyelj, véletlenül nincs TikTok csatornát, tudod, pár százezer követővel, mert akkor lehet, hogy tudnék intézni neked egy kis támogatást. Már így is már nem tudom, mióta mondjuk a vezetőségnek, hogy ideje lenne már, de mindig kibúvót keresnek. Mondtam, hogy akkor meg keresnek egy olyat, hát az még sokba kerül, hát mondom, csak az a helyzet, hogy rohadt sok. Szia Peti, hello. Nincs nekem ilyenem. Amúgy ma volt ilyen bemutatónk önkormányzatoknak, építkezési cégeknek, meg stb. És hoztunk le Pestről, Pesti Központból egy akkumulátoros fűnyíró traktort. Majd megnézem Zsolt holnap bent, jó? Abba mekkora az aksi? Mint egy autóba körülbelül? Nem, 1050. 1050-es. 68 darab akkumulátor van benne. De az igen. De nagyon, nagyon brutális, konkrétan a nyuszika módba kidobja az elejét. Majd megkérdezem Zsolt. Más nem ígérek neked, szállítmányozni nem biztos, hogy el tudjuk, de majd megkérdezem neked, jó, hogy mit tudunk csinálni. Az a lényege, hogy ugye ez nem kormányos, hanem ez a előre-hátra tologatós rendszer. És az a lényege, hogy ha beteszed nyuszika módba, akkor egyszerűen kikapja az elejét. Tehát hátra dobja az egészet. És úgy van megcsinálva, hogy míg a benzinmotorosnál az egyik kerék fixálva van, és ugye a másik meg előre vagy hátra mozog, itt a két kerék, hogyha az egyik kart előre tolod, a másikat hátra, konkrétan az egyik kerék előre forog, a másik hátra, mert ugye elektromos motor kezeli, és úgy zero turn-ös, hogy nem azt csinálja, mint a benzinmotoros, hogy az egyik kerék fixálva van, és a körött fordul meg, hanem ez mint a tankok, hogy az egyik előre, másik hátra, valami brutális amúgy a gép. Mozgás közben nem hallod, hogy megy, amikor bekapcsolod a kést, akkor meg valami nagyon-nagyon komoly.
Brutális teljesítménye van. Szia Zsolt, hello, jó pihenést. Úgyhogy eléggé komoly kis cucli. Meg is van az ára. Ez a traktor, ez miért nem akar megállni, bazd? Állj cím. Hát ugye a GPS mod, meg GPS kell visszállni ki ezt a lépjébe, vagy újra. Az is megoldás, igen. De elég, ha kikapcsolod a GPS-t. Vagy kiugrasz a traktorba. Hát nekem általában nem szokott működni a kikapcsolás és bekapcsolni. Az változó, valaki le se tudja állítani, egyszerűbb olyankor, hogyha kiugrasz a traktorba. Kiugrottam, visszaugrottam és elindult megint. Igen, de amikor kiugrasz vissza, akkor nyom meg az alt-C-t. Mert beragad a göpöse. Ha meg nem működik, akkor a szólsz és megcsinálom, mert... Megvan most már leállt, csak az a baj, hogy csináltam egy szép kis nyomvonalat ide a hatosba. Az mit jelent? Kitaposta. Húzott bele egy saját csíkot. Hát jó, van előfordul, hát ez a gépek hibája miatt okozott kár a főnök öt terheli. Akkor bebugolt a GPS, a gyász kijette. Ja, csak ennyit? Aha. Hát az nem sok. Hát jó, jó, én azt hittem, hogy kiirtottad a fél hatost. Ja, ezt? Hát ez... Ez eléggé masszív. Hát ez egy kellemes reakcióidő. Idiot Marty McFly. A DeLorean. Figyelj, legalább annyi reakciója volt, hogy idáig húzta a hengert. Hát de legalább felemelte a henget. Jó van, az nem tudsz vele mit csinálni. Hát ez benne van kész. Gyengék a reflexeim. Tegnap elütötte a kocsi, amit egy ember tolt. Megesik ki, azért ne foglalkozz vele. Ugyan csődben vagy a gazdaság miatta, de ne legyen lelkiismeret furdalásod. Ez viszont komoly javítás. Költséggel kell számolni ennél a gépnél most. Ez nem mentett megint, de... Csak mivel beugrottam ide... Voltam a menübe, Levi. Mostanában elég gyakran járok a menübe. És ebbe az adásba jó párszor bementem. Érdekes módon ma nem okozott laggot, hogyha benéptél a mennyibe.
Az a baj, hogy elvileg betettem azt a modot, ami automatikusan mentene, csak hát kiderült, hogy single playerben működik. Nem baj, majd felhasználjuk single playerben. Nekünk is jó. Szia, Ati, hello, hello. Nagyjából egy időben végeztünk a két területtel. Így van. Jóság, Ati. Nem rossz ez a horsvetőgép, viszont ez a zúgó hang ez egy kicsit idegesítő egy idő után. Na, lehet menni pucevárni a traktort. Akartam is kérdezni, van-e még valami? Nem, mert ez a két terület lett megvéve. Hát maximum esetleg annyit tudunk még csinálni, hogy a tehenészet melletti részt azt rácsatételett. Figyeljetek már, mi van, hogyha a tehenészetnél, ami le lett téve? Befűvezzük? Hát nem, ebbe is füvezhetjük amúgy. Csak kérdeztem. Menjünk, füvezzük be. Szia, ja, papa! Hello, hello! Szép jó estét! Üdvözletem mindenkinek, sziasztok! Most én nem tudjuk, csak nem okozom benne kárt, hogyha valami. Hát nem kell, nem arra gondoltam, hogy teljesen, mert mehetett volna bele a cirok is. Lehet, hogy csak akkor utána talajmunkát kell csinálni, stb. Meg így akármikor le tudod tenni a csodát. Nincs időhöz kötni. Megnézzük a bocikat, jól vannak. Na ide épül és növekszik majd a tehenészetünk. Leellettek ma az üszők? Nem, még. Akkor mehet direkt be. Persze, ha. Egész. Hát ő nagyjából. Jaj. Nem tudok feladni. Szia, Fester! Nagyon-nagyon szépen köszönöm a 41. hónapja tartó töretlen támogatásod. Megtisztelő, hogy ilyen régóta érdemesnek találsz rá. Köszönöm szépen. Mi újság? Hogy vagytok? Baj lesz. Na. Le van zárva a terület. Mivel talajkiegyenlítést végeztem rajta, az lezárta a területet. Hát úgyhogy... jó, akkor
Próbáld ki. Hagyjad, nem fog nem menni. Azt meg kéne nyitni megint. Micsoda? Hát, vagy nem foglalkozom vele, mert annyit meg nem ér. Ez mennyi egy hektár? Igen, füvet akartam vetni, de nem engedte. Hát itt van az ősz, meg vagyunk fázva mind a hárman, amúgy minden rendben. Kitartást akkor. Már van egy kis ganyénk. Van egy kis trágyikó. Hát itt fog kinézni, annyi, hogy ha majd lesz pénzünk, akkor a másik oldalra tükörbe megy majd még egy ilyen épület. Plusz még, ha ez megvan, akkor oda megy majd egy terménykeverő, szerintem. Majd meglátjuk, hogy hogy jön ki. Utána meg ezt a területet fogjuk megvenni, ami itt van. És ide meg sertéstelep fog majd bővülni. Úgyhogy bővítjük az állományt. Mert ha ez... Vonat. Mert ha ez megvan, akkor már valószínűleg tudunk majd úgy foglalkozni, hogy BGA-val is. Akkor lehet, hogy megveszik a BGA-t, nem tudom. Hát, hogyha sertéstelep is megvan, akkor szerintem már erős túltermelésünk lesz. És akkor ott a trágyával, meg az iszappal lehetne játszani. Na ugye ma már nagyon sok tehenészet, meg sertéstelep mellett már vannak ilyen fermentáló üzemek. Te mász meg a stop táblán. Milyen stop táblán? Nem láttam is táblát ott. Se toppot, stoppot, se semmiet. Meg amúgy is traktorra vagyok. Én vagyok a nehezebb eset, ne feledd. Ez biztos. Bár a nagyobb felelősség is a traktoroson van. Jó, hát én ezt most nem töltöm meg. Mert fogjon ki belőle majd. Még valamelyikben van egyébként, amelyik kumba. Egy kávé is. Egy. Kettő. Tovább 22 000 volt a... Szia Ronan, hello! 22 volt a 960-asnak a javítási költsége. Hát szegény, már mióta halljuk. Bírja az. Jó traktor amúgy. Ennyire drága a motorolaj. Hát figyelj, váltóolaj is lecserélve. Nem, új ülés kellett venni, mert valaki kifinkta. Minek ettél babot? Na, azt erre rögtön rám keni. Azt értem. Hát akkor megvan a bűnös. Köszönöm szépen kérdésed, ma elfogadhatóan. Te hogy vagy, Ronan? Perec, ezt én már befejezem, jó? Lehet, hogy ezt nem ide kellene. Yep.
akadványkeverő morot nem raktad be, ugye? Nem, azt csak nézegettem. Na végre jó hír, mindenki csak síri. Most nincs igazából semmi olyan dolog, ami miatt problémáznom kellene. Az a helyzet. Ugyan sokat nem aludtam, de aludtam az éjszaka. Fel nem riadtam, úgyhogy az nekem már egy hatalmas nagy pozitívum. Érted, úgyhogy... Ja, nem tudom. Nem mondhatom. Melóhely az... Az nekem annyi... Az igazából dök. Unalom. Mi újság van a Seattal? Köszöni szépen, jól van. Kicsit rozsdásodik. De amúgy azon kívül... Ja, meg rázza az első fék. Azon kívül nincs vele semmi gond. De most nincs kedvem szétszedni. Ja, a Seat az megvan. Na, úgy látszik hengelések vannak, nem? Malmot kiüresítettem. Az üres? Hogy tud rázni az első fék? Valószínűleg belibegősödött a féktárcsa. Akkor cserélj féket és már jöhetsz is. Nem, valószínűleg belibegesedett a féktelcs a hegyi szakasznál Németországban. Mert ugye hol próbáltam motorfékezni, de hát ugye az 1.4 benzinnek nem volt elég mindig a motorfék, kellett fékezni, esős volt az idő, úgyhogy a kettő kombinációja az jó tud lenni. Az elszorjának nagyon hiányzom, mert minden áron vár vissza. Minden hétvégén mehetnék, ugye az elszorjára? Kicsit borsos lenne. Szerintem nézd meg, az a helyzet, hogy ha gumi lenne, akkor nem csak fékezés korrázna. Na, re, bocsi, vacsit csináltam, egészségedre jó étvágyat. Kérdeztem, hogy voltál, vártalak hétfőn, de nem voltál, doki. Mikortól is állandóan azt hallgatom, hogy mikor megyünk már hozzád. Nem későn éltem az, semmi baj. El voltunk, folytattuk tovább a németágat. Hát most 8-án lett volna, vagy nem tudom, hogy lesz-e végül HP-nál ilyen összeröffenés, de sajnos családnak akkor jó a lakás kipakolása. Majd csinálok programokat, el van mettünk, 4 nap csavargás, itt hidd el, jó lesz. Elhiszem Zestor, mert jól éreztem kint magam. Jó lesz ez. Gyomlálni nem kell, igaz? Nem baj, azt a jövő hónapban. Bocsánat. Kedves nézőink, itt láthassuk azt, amikor kígyó lemegy a vízpartra inni. Mert? Hát a víz mellett úgymond sivat. Kígyi? Igen. Hát azért azt nem innám meg. Láttátok a fehér macska, fekete macskát? P-Mati Gaming, köszönöm szépen a követését, köztünk kérdezi a magad, hello, hello. Elraktod a henger? 21-22-t is lehengereltétek? Na, én már nem fogom. Akkor hagyd ott, majd beleülök. Most is bekapcsoltam a telefont, ezt tudom ki, Dama, nem beszélünk vele, amúgy épp vacsizni próbálok. Jó étvágyat. Itt hagytam Gyuri bácsi a
Nézz előtt a traktort. Henger előtt. Jó. Szia, P. Mati. Hello, hello. Vagy P. Maty. Nem tudom. Szia, gaming. Hello, hello. Üdvözöljétek. Nem tudom, P. Mati Gaming, vagy Matit, vagy P. Maty, vagy nem tudom, hogy kell mondani, de üdvözöljétek, fogadjátok szeretettel, most vette fel velünk először a kapcsolatot. Tudom, perec még van nagyjából 12 percig. Üdvözöllek, Dics. Nem igazán. Már mész? Hát leraktam most már lépek. Jó, hát akkor hengelések vannak. Amúgy 9-ig maradunk szerintem mi is. Csak azt nézem, hogy kezdjünk ebben a 17-esbe, kigyivel. Csomagolt beszélás Bálának. Azt vigyük el. Akkor megbízás elfogadása. Elmegyünk kaszálni addig. Szerintem. Jó, úgy kigyi. Vagyis én biztosan elmegyek kaszálni. Na, megjáratjuk Adolf traktorját. Van egy aktív szilázs megbízásunk. Most vettem fel. Erre mondtam, hogy megyünk így kaszálni. Ha már a kaszálást megcsináljuk. Nektek jó kaszálást, én megyek tollas háborúba. Sok sikert a csatához, remélem megnyered. Szia Ronan, köszönöm szépen, hogy benéztél, jó pihenést. Bár szerintem Kigyi most már nincs itt. Hogy mondod? 17-est elfogadtam. Nagyon helyes, menj csak kaszálni. Te nem jössz? Nem én. Mert? Viszek egy hengert inkább. Mi bajod van a kaszálás? A legjobb meló a kaszálás. A legjobb, így. Miért? Még a bálacsomagolás az nem jobb? Na úgyis nem sok... Nem, a bálacsomagolás az jó egyébként. Azt szeretem. Hogy elnézem a földjeinket, majd ilyen kitaposásos a mindenhol. Ma már mindenhol sikerült bele taposni. Én léptem. Halli, jó perc, jó éjszakát. Hello, szia. Jó ét nektek is. Érdekes, hogy itt is mellettünk a 13-as földben ilyen folt van. A kaszálás az a munka, amit én is siba nélkül tudok csinálni. Ja, hogy vadlódnál van a másik henger. Hogy? De ha nem akarsz... odaadom. Akkor megyek én beállázni. De mondta. Bálázni még nem kell menni, az a gond, hanem kaszálni. Ha mi? Hát rendre rakja. Mindjárt mehet utána. Azt mondod? Hát nem. Alt C, Ctrl S. Automata szélesség. 270. Akkor 180-nak is.
kasszálás igazából az... az ilyen kezdőbarát munka. A legkisebb nulla kár mellett itt tudod megtanulni a traktornak az irányítását. Szerintem. Szükség is lesz rá. Főleg a 17-esnek a sarkán. Micsoda? A traktor irányítás megtanulás. Nagyon még a bálázással várjatok majd egy kicsit, mert most csak fordulókört vágok kettőt, azt meg még nem kéne bálázni, mert akkor csak útba lesznek a bálák. Majd csak a hosszú egyenes sorokat kell csomagolni bálázni. A fordulóévet meg majd utoljára. Szerintem. Úgy a legkevesebb az akadanyelvem. Úgy akadályozod a legkevesebbet. Lemegyek oda, Gyuri bácsi. Jó. Hát csak én hengerezek. Ja, akkor Kigyi van itt? Persze, azt hittük oda. Kigyi, a forduló évet azt még ne elkezd el bálázni. Nem rakok le bálázni. Jó. Annyit szerek csak fel, hogy vállát ne dobjon. Annyi, hogy itt célszerű lenne kiemelni a vonalat. Igen, a fordulás közben elhagyok némi fülcsomót, de szerintem az annyira nem érdemes foglalkozni. El tudsz majd jönni utána, mert elindulok fölfele egyenesbe, jó? Egy forduló év most szerintem lehet, hogy elég, megoldom. Csak a tudsz te is haladni. Nyugodtan csinálhatsz kettőt. Sokkal kényelmesebb lesz, hogy majd föllemen. Farmamon úgy csinálom, hogy vágás, kaszálás után egyből megy bálnába. Utána van kötve egy bálnázó, és csomagoljon is. Ja, letöltötted azt a modot? Ja, sokkal egyszerűbb. Az tény is való. Azért rengeteg időt meg lehet vele spórolni. Ha
Ha meg éppen a régi módszert akarom használni, akkor meg segédmunkás beállítom a füvet nyírni, minden utána vállázom. Csináltam csíkot, tudsz jönni. Instagramon vannak követőim. Hát pedig semmit nem csak Instagramban amúgy. Most... Milyen furcsa, nekem is van most... valami platform, amelyiken semmit nem csináltam, de már van egy 100 követő, és nem értem. Nem, nekem az Instagrammal az a problémám, hogy vagy át kéne tölteni telefonra, és onnan feltenni tudod a képeket, ez nekem ez a macere, az egyáltalán nincs kedvem. Ja, hát ugye nekem sokkal egyszerűbb, hogy felhőben van, mi szinte minden a saját felhőben, és elérem minden platformra azonnal. Tényleg, Feszte, mikor farmingoztál utoljára? Így most már lesz elég. Tolass vissza teljesen. Nem akartam a kaparályozni, tudtam merre fogalmaz. Nem, csináltam egy csíkot, hogy tudjak még egy évet vágni, te meg tudjál dolgozni. Mert azzal már ott tudsz annyit dolgozni, nem? Tudok én mindenhol. Kérdése. Annyi, hogyha azok a csíkjaid elfogytak, akkor majd lehet, hogy át kell jönni ebbe a sarokba, mert innen fog dolgozni most. Jó? Lehet, azt nem hiszem, hogy problémát okoz. Lesz egyenesítve. Tehát így okoztam a legkevesebb kárt, a nehézséget. Megnéztem PS-en a Farming Simulátort, hát szürreális élmény. Mert? Hát nem ahhoz vagyok azért szokva, hogy az Warholmerrel irányítsam. Talán könnyebb a kontrollerrel, nem? Mint egy gerbillentyűzettel. Igen, csak aki 20-25 évig egérbillentyűzettel irányított mindent, annak furcsa. Mondod. Miért nem kapcsol be a kormányzás? Ez a földhez tartozik még amúgy az út, még azt is engedik a szállni. Csak ott az elejét. Utána megszűnik. Vagy ez lehet haladni vele? Úgy könnyű lesz majd, mert minden második sort fogom csinálni.
szerintem. Van még lefele csík? Van itt munkabőr. Abba kell majd feljönnöm és ez nagyjából úgy jó is lesz. Amúgy jó ez a 17-es. Jól néz ki, jó nagy. Megvenni felesleges, mert ha beadja szilázsra, akkor legalább nem kapjuk meg ugye a teljes fuvart. De relatíve az jól fizet. Hát annyi, hogy a traktorokat egy kicsit öli, már hegymenetbe. Nem tudják a 25 kilométer. Nem, ez nem tud 25, ez csak 22-t. 25-et a kaszállógép tud, igaz? Igen. Igen. 16-tal tudok feljönni csak, de... És úgy, hogy ez egy 300 lóerős traktor. És az adapternek összesen van ilyen 220-230 lóerő igénye. Szóval van még bőven tartalék, de hát kevés hozzá. Ezt a kis részt ezt megcsinálom itt. Szia, Ankiszesz, hello, hello. Most jöttem haza a közgyűlésről, nagyon jó volt, majdnem volt verekedés is, de mi nyertünk. Szerencsére nem abban a lakásomban lakom. Na, az jó. Na hát akkor megtudtuk, hogy Ankiszesznek van több lakása. Legalább, hogyha albérletet fogok keresni egy másik városba, tudom, hogy kit keresek, Ankiszesz. És mi volt a verekedésnek az oka? Mindig van valami. Oké, okay, hogy a mi vannak kezdődik, de... Egy igazi közgyűlésen csak van verekedés. Hát jó, de most miben nem egyeztek meg? A szüleim laknak ott, ja? Akkor jó. Jó egészséget kívánok nekik, Ankiszesz. Attól még nyugodtan lehetne több lakásod. Kuka háború? Hát az zseniális. Kuka háború. Hát
Hát figyeljetek, volt öbölháború. Milyen háborúkat ismerünk? Volt öbölháború. Volt valami... más, aminek ilyen hülye neve van. Hideg. Volt hidegháború is, igen. Az a helyzet, hogy nem kell kitennem a felkiáltójára Rec Centert, mert, vagy felkiáltója Karcsit, mert úgy látom mindenki ismeri. Amúgy már tegnapi adásban, tehát így tökre el voltam magamnak, mondom, Karcs nincsen. Petyus használta a felkiáltójára Karcsit, meg még valaki. Igen, igen. Mondom, zseniális. Na, viszont ezt hagyd mondjam el, és erre nincsen parancs, de ugye nem csak a Damaszkin-féle összeesküvés indult el, hanem van az egy tábla szeretet, ami arról szól, te voltál Zelsztorer, jó, oké. Okay. Nem jegyeztem meg, hogy ki volt, de legközelebb jegyzetelek Zelsztorer, ne halagudj. Ne halagudj, légy szíves. Szóval, ugye ami arról szól, hogy lehet, vannak az ország különböző pontjain gyűjtőpontok, ahol nem számít, tudom, nem fáj, tudom az eszere. Szóval az a lényege, hogy ha van egy tábla csokoládét, akkor leadod erre a pontra. De hogyha pontosabban szeretnéd tudni, akkor a Facebookon keresd az egy tábla szeretetet. Jó? Nagyon-nagyon jó kis kezdeményezés, aminek az a lényege, köszönöm szépen, Karcsi. Az a lényege, hogy nem pénzt gyűjtenek, és a célzott személy, azok pedig olyan gyerekek, akik a szeretet ünnepe alkalmával sajnálatos módon egészségi állapotoknak köszönhetően a kórházba kell, hogy töltsék. Úgyhogy ezeket a csokoládékat kórházak gyermekosztályai fogják kapni. És tényleg a gyerekek kapják. Jó? Ez oda megy, ahova kell. Nincs pénzgyűjtés, semmi ilyesmi. Csokin kívül nem tudom, hogy idén van-e, de legutóbb volt olyan, hogy ugye vannak ugye olyan gyerekek, akik pelenkázást meg egyéb ilyesmire szorulnak még, és ugye lehet ilyen babatöllőt meg egyéb ilyesmit. Ebben nem vagyok biztos. De egy dolgot szeretnék. Mindenki a saját nevébe tegye. Jó? Ha akarsz, az rád van bízva, nem kötelező. De egy a lényeg, hogy a saját nevedbe. Kettő, nem is kell reklámozni. Ez legyen a te dolgod, jó? Ez nem azért mondom el, mert hogy ezzel a csatorna előrébb legyen. Nem azért mondom el, hanem azért, mert amikor volt, mert tavaly nem volt, tavaly előtt, meg azelőtt én beletettem 100-100 a tábla csokoládét, közületek páran, ha jól tudom, itt utólag kiderült, csatlakoztatok hozzá. Jó, úgyhogy idén is van, elindult. Jó, úgyhogy lehet ugyanúgy csatlakozni hozzá. Szoktak iskolák, óvodák gyűjteni, tök komoly megmozdulás. És szerintem egy nagyon-nagyon korrekt és egy nagyon-nagyon támogatandó dolog. De ez az én véleményem. Hát itt most a lustaságom vezérel, úgyhogy majd itt kigyimester örülni fog. Ennek a fajta. Én szombaton megyek jótékonysági favágásra, egy menhelyre, viszek kutyatápot. Az tök király amúgy. Zsolt, az is jó. Én holnap megyek dokihoz, ajaj. De remélem semmi komoly.
Csak ellenőrizni kell, hogy hova tűnt a munkakedved. Nem is volt. Majd nem fogja, év végén ne add fel. Szerintem nem bírja az arcom. Mi az, hogy nem bírom az arcod? Aj. Fú. Ilyenkor nem. Amikor felveszed a hisztis kislány effektet, akkor azt nem szeretem. Hajlokkal tudtok megölni amúgy, de komolyan. Nem tudom komoly, de majd a doki megmondja. Ne legyen komoly, jó? Ne legyen komoly. Hát ha ezt meg tudja találni a doki, hogy hol van a munkakedv, akkor inkább nem megyek orvosra soha. Azt mondod, Fester. A munkakedved nélkül le tudsz élni egy életet, gond nélkül? Akkor legalább nem hiányzik neki a munka, ez már egy gonddal keves. Ne legyen senkinek semmilyen komoly problémája. Amúgy olvasd el rendesen, mit írtam, mert én azt írtam, hogy ne, szerintem nem bírja még az arcom. Ja! Akkor bocsánat. Amúgy már hozzászokhattál, hogy úgyis félreolvasok mindent. Hát a megosztott képek alapján már egy ideje nem találod azt a részedet. Na várja! Nem akarok én tudni semmit Rexet, hogy milyen képeket cserélgettek Festerre. Hát, az egy kicsit tovább vagyunk. Hogy álltak a mogyengerezése? Most elvileg 4 hét gipszel riogatnak mind a két kezemen, de majd holnapok... Baz. Az oké, hogy az egyik kezedbe belevágtál, de minek neked gipsz a kezedre? Az Elstoren. Azt nem mondta, hogy valami komoly inhűve gyulladásod van. Remélem, Kigyi, kontrolláld az ürítésedet. Természetesen. Nem ürítek mindenhova. Ha már túl sok belsős információt tudtunk meg tőled. Amúgy is pár hete összeszedtem egy tűz és mandula gyulladást. Pár nap után olyan görcseim voltak, azt hittem, piócás kell. Elmentem orvoshoz, és nem tudták megmondani, mi bajom. Mindenféle vizsgálatokat végeztek rajtam. Az úgy komoly, Fester, de Korannal is ugyanez van. Ő is elkapott valami piócás dögvészt, aztán abból se tud kijönni. Hú, az tényleg szarügy lesz. Hogy fogod kitörölni? Ó, bele sem meg van. Kapni egyébként olyan rötyit, amelyik automatán felfelé is. Természetesen hangvezérelt is tud lenni, úgyhogy. Rexen, te csak segítesz. Hát Rex, igen. Pelenka, katéter. Hát jó, oké, de a pelenka se cseréli ki magát. Na, ne legyen semmi bajad az Elstoren.
Ne legyen senkinek semmilyen baj. Az nem jó. CT, ultrahang, röggen, vér, vizelet, prostata, minden vesemáj, vizsgálatok és semmi. Szerintem nem lesz gondom, úgy ne is legyen. Az komoly feszter. Bár most elvileg riogatják az embereket, vagy nem tudom, hogy ez most kamu videó volt se, vagy nem. Hogy most Indiából fogja jönni majd a denevér vírus majd megint. Kolerások is vannak újra. Kolera az mindig is volt. Az nem most nagyon terjed. Robbanásszerű. Hát csoda, hogy Ukrajnában nem terjedt még el. Karcsi, neked majd pálinka elvonási tüneteid lehetnek. A szomszédban volt leprás is. Leprás? Az a lepra is megmaradt végig. Igen. Meddig leszek ma? Nem tudom. Hogy álltok Gyuri bácsi a hengelése? Kicsi még van. Nagyjából addig, míg Gyuri bácsi befejezik a hengelést. Legjobb most a párizsi ágyi poloska invázió. Az hagyjad, hagyjál békén az ágyi poloskával. Az bent a városban volt, az rettenet. Azt nem kívánom senkinek. Persze. Benzines kanna, belocsolod a házat, felgyújtod és elköltözöl, nem tudom, tök messzire. Nem, amúgy vegyileg ki tudják kiadani, de rohadt szar. Az ágyi poloska invázió. Ja, az Párizsban van? Ha Párizsban lehet akkor. Tudom milyen egyszer régen nálunk is, de a bátyám rovarírtó. És az a baj, hogy nem tudod az okát, hogy miért jelenik meg nálad. Férfiként nem fogod annyira észrevenni, nőnél igen, mert ott hamarabb, ugye vékonyabb a bőr. És egyszerűen nem tudsz ellene védekezni, meg csak ilyen tényleg ilyen nagy vegyi írtással tudsz. Igen, mert az ózonos fertőtlenítés sem működik, ugye a peték miatt. Egyszer az egyik címbi tök szőrén volt tetű. Zoli. Ez kemény. Szíves. Tudod, a Porsche Cheyenne is használtad, azt is odaadtam, meg a Volvo-t is, szóval jó barát. Mindent. Az lapos, főleg ha ráül. A Rex minden rendben, amúgy úgy látom, most elkobott az ilyen vicces. Nagyon kis vicceske vagy. Happy van, nem sokára szilveszter? Ja, nem mondtam még. Az éven elmarad a szilveszter. Nemzetközi gazdasági helyzetre való tekintettel szilveszter éjszakáját világszinten beszüntették. Nem, 30-a után másodikával kezdünk. Spórolunk. De azt kéne, ezt minden évben ilyen tánc el... Ilyen tánc elmondod? Nagy négylábú emeletes kutyának a folyadék vezetőjét marad el. Ilyen tájt elmondod? Jó, de azt is elmondom, hogy akkor szeretnék ilyen táncos éneklős szavalós összevágott videós meglepetést kérni, de minden évben várhatom körülbelül. Érted? Ez is el van mondva. És ez se teljesül. Az élet nem kívánság a műsor. Pedig olyan jó lenne.
megismernélek titeket, tehetségeteket. Én még csak randolom, még csak véletlenül sem várok ilyet. Szerintem már a felvétel sem bírnám. Miért nem? Fotózni szeretsz? Akkor mi bajod van? Persze. Hát, oké. Tudod, az a helyzet, hogy énekelni inkább azért kaptam bármit, hogy ne énekeljek. A diszkóban hát... megvett... Mi diszkóban megvett tőlem egy nagyon csajt, három borosért, és hazavitte, és másnap vette észre, gondolta, bekeni házolalja, de... meg másnap szimatoltuk bukrácsozást, hogy mi ez a dízel szak. Mondom, Tomi lecsörött az autót, akkor mesélt el, hogy... ez komoly, Zoli. Hát én gyerekkoromban, ugye óvoda, hát az ilyen tuti, hogy tető azért az beköltözik, meg amikor én voltam gyerek, akkor megvan nektek ez a kacsafarok nevezetű, tudod, haj? Tudod, hogy hátul meg volt hagyva. Hát nekem engem akkor kellett tarkopaszra vágni. Mert... hát... elkapottak. A házi állatok? Megjelentek a bentlakók. És főleg volt. Nálam nem volt gond, amikor a tesóm kapta el. Az volt a kemény. Hosszú haja. Szerinted? Az kemény művelet volt. Tanulásgép ott is játszik? Nem. Őt megmentették. Őt megmentették a szégyentől, tudod? Nem kellett arra vágni. De nem, óvodában nem tudsz mit csinálni. Na ott most is jelen van. Az mindig is jelen volt, és mindig is jelen lett. Más is jelen. Az egy gyűjtő. Szerintem a tető témát skippeljük. Már vízket a fejem? Hát, Zsolt. Várjatok, nagy kereslet van a szállítmányozási cégnél. Vajon mi lehet? Vajon mit keresnek? Olyat, ami nincs. Általában az szokott lenni. Faültetvény keresnek? Nem tudom, de az van zöldbe. Nem néztem, hogy miért. Anyagot keresnek 4200-ért. Hát azt csak keres. Az nálam van a saját térképen. Sertést akar majd, nem írja. Azt sose keresik. Csak adni akar. Érdekes, hogy itt miért nincs. Armában megvan. Inkább, mint más viszkessen... Hát az a helyzet, hogy sok mindent ilyet nem tudsz elkerülni, főleg... minél multisabb környezetben vagy, annál nehezebb ezt elkerülni. Egyszerűen lehetetlen. Értem az üzletet. Maradjunk annyi, hogy nem a legokosabb haverod, Zoli. Nem a legokosabb haverod volt ezek szerint.
valaki most tehet be a javító műhelybe. Mm-hmm. Akkor meg vagytok a hengeléssel? Igen. Most indultam már vissza a telepre. Á, már tiszta szesz volt akkor. Hát figyelj, kaptál 3 ingyen boros kólát, most Zoli. Ez kinek nem éri meg? Ez valamikor a 90-es évek... Hát azt Majka is megénekelte. Akkoriban mindenki táncolt, nem? Meg bulizott. Kilencven meg 2000-ben... Akkoriban már ment a diszkókorszak, nem, Zoli? Akkoriban már nagyon, legalábbis erre fel. Ez is ott történt? A Las Vegasba jártak az emberek. Hát, na, már Vadlud is beért a javító műhelybe. Vagy rosszul hallom? Hogy figyel arra a kis... Vicces. Gondold már el, hogy az NFMAS-on mennyit hallgattam, hogy mi ez a hang, érted? Mi történt? Nézd, azt hittem ajánlat jött. Az mindig, aki, bárki átment a javító műhely... műhelyen, az mindig megjött ez a hang. Sose tudtam, hogy mi utána jöttem rá, hogy az a beáll valaki a javítóműhelybe, akkor van egy nagyon pici ilyen csengés. Olyan történetek voltak, hogy csoda, hogy túléltük. Maradjunk annyiba, hogy van egy-két olyan dolog a kezdeti diszkókorszakban, amiről jó lenne tudni, hogy most megtörtént, vagy nem történt meg. Úgyhogy van olyan. És segítek, nőtől kéne megkérdeznem, hogy mi történt. Jó? Mielőtt még valaki megfejeli Perecnek a mai megjegyzését. Na de urak! Szerintem én kijárok a sor végére, azt legyen már akkor ennyi. Hogy a hengelés megvan, ezt meg majd folytatjuk, főleg abból a szempontból, hogy a bérmunkánál még nem is baj, hogyha nem tudjuk befejezni. Jó, én közben elköszönök. Úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm mára mindenkinek a megtisztelő figyelmet. Örültem és köszöntöm, hogy itt voltatok. Illetve remélem nem bántátok meg, hogy velünk tartottatok. Holnapi nap folyamán 6 órától újra érkezem, akkor Starfield lesz majd. Akinek van kedve, pénteken farming lesz YouTube-on. Sosem felejtem, jöttünk haza kombi ladával, és a sofőr úgy tele volt, hogy menet közben úgy gondolta, hogy hátra megy lefeszteni. Az komoly. Az komoly, Zoli. Ez nagyon komoly. Jó, úgyhogy legközelebb Farming Simulator pénteken, az pedig a YouTube-on. Az orosz térképet fogjuk majd nyüstölni. Ott is elkezdtünk már a saját földek művelésével foglalkozni. Jó, ez a mentés már szerintem azért nem olyan rossz. Ugye terjeszkedünk is, földek is növekedtek, több mint 100 hektárban vagyunk már. Úgyhogy ahhoz képest haladunk. Úgyhogy nehéz fokozatban vagyunk. Na, úgyhogy további szép estét, nyugodalmas jó éjszakát, holnapra kellemes napot kívánok mindenkinek, örültem és köszöntem. Sziasztok! 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 Sziasztok!